Köszöntöm a Körteli Televízió minden kedves nézőjét. Slominszky Krisztina vagyok, a mai adás műsorvezetője. Adásunk elején híreinket láthatják, benne az elmúlt hét eseményeit elevenítjük fel. Hazánk történelmének egyik legkimagaslóbb eseménye volt az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc. Ma is sok év elteltével szívesen elmerengünk a csodás napok történetén. A történelem a népek oktatója, így mondják, és ez így igaz. Az emlékezés erősíti a nagy idők nagy alakja iránti kegyeletet, hozzájárul a szabadság szeretet és a nemzeti öntudat emeléséhez. Március 15-én Esztergomban a régi Vármegyeháza dísztermében rendezték meg a városi ünnepséget, melyen idén az Árpádházi Szent Erzsébet iskola tanulói adtak ünnepi műsort. Fehér szuponyban, utolsó ruhám, kengyelbe akasztott, csidák előtt, vívlerek szembe vele. Vív, lovag dobognak, és senki sem. Nem, ne, csak így ne, hogy nem látja senki, nem így akarom szembefordulni. Nem látnak, nem tudják, csak dobogás. Nem is látják, senki sem látja, hogy szembefordulok. Így szúrnak belém. Vive la République! Így szúrnak belém. Senki. Lovak dobognak. Nem. Ne így tegyen. Ünnepi beszédet Tétényi Éva, Esztergom város polgármestere mondott. Ez a tavasz ünnep arról is szól, hogy amikor útra bocsátjuk a gyermekeinket, bennünk is van egy olyan vágy, hogy nekik jobb legyen, nekik szebb legyen, más legyen az életük. És ahogy hallottuk, a világ nem sokat változik, hiszen voltak akkor is olyan időszakok, amikor sokat beszéltek bizonyos dolgoktól, de annál kevesebbet cselekedtek. És ilyenkor azt szokták mondani, hogy nem illik arról beszélni, hogy mi van a jelenben. Én pedig azt mondom, hogy az ünnepek azért vannak, hogy egy kicsit azon gondolkodjunk el, mit üzennek nekünk ezek a szavak. Mit üzennek azok az emberek, akik az életüket adták ezekért a nemes eszményekért. Azt, hogy legyünk tudatában annak, egyenlőek vagyunk, egyenlőnek születtük, és egy szabad demokratikus jogállamban mindannyiunknak egyenlő jogunk van ahhoz, hogy a mindennapjainkat egyformán jobbá tegyük, és a közösségért éljünk és dolgozzunk. Mit mond azt, hogy szabadság? Hogy szabadon gondolkodhatunk, szabadon kifejthetjük a véleményünket, és szabadon átadhatjuk mindazt a tudást az utánunk jövő nemzedéknek, amit fontosnak tartunk. Azt az erkölcsi magatartást, azt az üzenetet, ami előbbre visz majd minket. És mit jelent az, hogy testvériség a számomra?
Ez azt jelenti, hogy csak együtt tudunk megvalósítani mindet. Ezután a Városháza előtt a zászlóknál tisztelektek az ünnepség résztvevői, majd Székely Gellért tanuló elszavalta Gyulai Pál Hazám című versét. De most, ha rád tekintek, csak sírok, és csak sírhatok. Nem gyába bú-e könnyek anyja, haragom sírja azokat. Beszélünk hangos, büszke szóval, s hazánk még csak névben szabad. Nem csüggedése könnyek anyja, rajtok tettek villáma ég. Versengünk puszta semmiségen, s fölöttünk mind borúsba az ég. Ah, mennyi gúny, győzelmi himnusz harsog körülbe mindenütt, s a vértől megszentelt mezőkre szabadság fényes napja süt. Nekünk-e hangtán síri dal lesz, s a szent sugártán búcsú fén. Véres felhőben elhunyó nap, halottak gyászos mezején. Inkább halál, mint gyáva élet. Igen, vesszünk, ha veszni kell, de küzdjünk, míg csak egy magyar lesz, és vérezzünk dicsően el. Lesz legalább a történetben rólunk egy nagy emlékezet. Egy büszke népért meggyalázva, de dicsőn halt, mint született. Március 14-én tartotta a Csemadok Párkányi Szervezete a nemzeti ünnep megemlékezését. Bócz Mária elnök köszöntőjében megdöbbenésének adott hangot, hogy sok honfitársa tagadta meg az anyanyelvét. Magyarország újkori történelmének ezen jelentős, meghatározó eseményének kapcsán minden évben keressük a mához szóló üzenetet. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulós ünnepségein gyakran elhangzik az önfeláldozás, összefogás, hazaszeretet, nemzettudat, hősiesség kifejezés. Mindez eszembe jutott, amikor tavaly ősszel kicsit mélyebben belenéztem a 2011-es népszámlálás adataiba. Nem országos adatokat készülök elemezni, csak a szorosan minket, párkányiakat érintő néhány érdekességet szeretnék megemlíteni. Azt is csak két témakörben. Nemzetiség, anyanyelv. Párkányban 61% a magyar nemzetiségű, illetve aki felvállalta magyarságát. A megdöbbentő, hogy 11% 1202 egyén nem tudja, milyen a nemzetisége. Még elszomorítóbb a másik témakör, az anyanyelv. Párkányban 65% vállalta magyar anyanyelvét, és 11,4% nem tudja, melyik az a nyelv a felkínált 12 lehetőség közül. Az én olvasatomban ez azt jelenti, hogy Párkányban 1248 személy megtagadta az édesanyját. Gondolták volna? Az ünneplő közönség a Szivárvány kórus színvonalas előadásában gyönyörködhetett, akik Kossuth nótákat adtak elő. Esik, esünk a hídjára, Kossuth Lajos kalapjára. Valahányse esik rája, annyi áldás szálljon rája. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza, a magyar haza. Valahányse esik rája, annyi Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke, gróf Eszterházy János szavait idézte. Hadd idézzem ezzel kapcsolatban gróf Eszterházy Jánost, azt a megkérdőjelezhetetlen nagyságunkat, aki éppen ezen a napon, március 14-én született. Most a felvidéki magyarság eddigi legnagyobb politikai egyénisége 1939-ben írt értekezésében azt fejtegette, hogy csak az a nemzet érdemes jobb sorsra és örök életre, amely meg tudja becsülni nagyjait, és amelynek mindig szeme előtt lebeg azok példát adó munkássága. Hölgyeim és uraim, ünnepeljünk hát büszkén minden lelkiismeret furdalás nélkül. És emlékezzünk,
Idézzük fel a magyar forradalom és szabadságharc azon alaptételeit, amelyek tanulságként szolgálnak jelenünkben és támpontként jövőképünk alakításában. De talán azért is, mert olykorban élünk, amelyben, mintha a történelem ismételné önmagát, aligha fogalmazhatnánk meg őszintébb és szebb célokat, mint amilyeneket elődeink a forradalom és szabadságharc ismert és ismeretlen hősei síkra szálltak. Az ünnepi műsor a Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola diákjainak előadásával zárult. Legyen végre egy ország, hol a szavakat kimondhatják. Legyen végre egy nép, mely elmondhatja kínját. Legyen végre sok ember, ki tudják, hol a mennyország. Az lesz az a Vasárnap, március 17-én a felvidéki Nánán is megemlékeztek az 1848-as forradalomról és szabadságharcról. Ünnepi beszédet Csáki Pál, volt miniszterelnök helyettes, a Magyar Közösség Pártjának elnökségi tagja mondott. Vannak napok, vannak ünnepek, amikor különlegesen jó magyarnak lenni. Ilyen ünnepünk bizonyára augusztus 20-a, amikor Szent István királyunkra, művére, a magyar államiságra és azokra az évszázadokra emlékezünk, amelyeken keresztül kellett mennünk, de amelyek meg is tartottak bennünket. Bár felvidéki magyarok vagyunk és nem voltunk közvetlenül érintettek, de öröm és büszkeség számunkra október 23-a is. Amikor egy kis nép itt Európa közepén olyan erővel mondott nemet egy világbirodalomnak, az akkori Szovjetuniónak, hogy az beleremegett. De a legszebb, a legmagyarabb, a legtöbb energiával töltött ünnepünk, talán mégiscsak a mai, március 15-e, a Magyar Szabadság Emléknapja. Meg tudjuk-e fogalmazni, kedves barátaim, most, 2013-ban, mi az a belső késztetés, mi az az erő, amely a világ magyarjait bárhol érjenek és bármely kontinensen, a mai nap, illetőleg a mai nap bővkörében arra szólítja fel és arra szólítja, hogy megálljanak a mindennapok rohanásában egy picit önmagukra, múltunkra és jelenünkre és esélyeinkre gondoljanak, ünnepeljenek, fölemeljék a fejüket, és büszkében tekintsenek önmagukra is. Március 12-én, kedden tartotta ülését a parlamentben a Nemzeti Összetartozás Bizottsága. Az ülés elején Potápi Árpád elnök bejelentette, hogy a terem gróf Eszterházy János felvidéki mártír politikus nevét viseli. Szeretném megköszönni képviselőtársaimnak és mindenkinek, aki tegnap a táblavatáson részt vett, illetve itt volt az ünnepi alkalomból. Szeretném azoknak elmondani, akik ezen nem tudtak részt venni, hogy az Eszterházy emléknapok keretében a mi bizottságunk terme, tehát a Nemzeti Összetartozás Bizottságának terme ezután talán az egyik legismertebb felvidéki politikus gróf Eszterházy János nevét fogja, vagy kapta meg, és a Rákóczi Szövetség ajándékaként Kövér László úr avatásában, illetve Halcó József elnök úr avatásában került elhelyezésre ez a tábla itt a mi bizottsági termünkben. Azt gondolom, hogy ezáltal is még inkább predesztinálva vagyunk arra, hogy a munkánkat úgy végezzük, ahogy megpróbáltuk eddig is végezni nemzeti összhangban. Az ülés második napirendi pontjában Jámborné Benkei Ildikó, a Magyar Rádió szerkesztő riportere, a Vasárnapi Iskola Alapítvány alapítója számolt be az önkéntesek nemes vállalásáról.
8 évvel ezelőtt a gyászos népszavazást követően ugye a tenni akarás mozgatott engem, és vitt olyan irányba, hogy tegyünk valamit, próbáljunk meg segíteni ennek a jóvátételében, és rájöttem arra, hogy nagyon-nagyon nagy a segíteni akarás itt belföldön, csak teret kell adni ennek a segíteni akarásnak, és nagyon-nagyon nagy a tere a határon túl, ahová mehet ez a segítő szándék. Mi tehát a vasárnapi iskola alapítványon belül összekapcsoljuk a segíteni akarást, és ott pedig a fogadókészséget. A munkánk lényege, hogy tanárok indulnak el, önkéntesek, a határ innenső oldaláról, határközeli településekről, nem vasárnap, mint ahogy nevünkben van, hanem szombaton, de alkalomattán vasárnapra is kimaradnak, és foglalkoznak a gyermekekkel általában az istentisztelet, gyermekistentisztelet keretében. Március 12-én Budapesten a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitót tartott. A 2001 óta megrendezésre kerülő eseményt dr. Parrag László, a kamara országos elnöke nyitotta meg. Előadásában kiemelte többek között azt a versenyhátrányt, amely a magyar vállalkozásokat érinti. A monopóliumok kialakulásának hatását elemezte, a fogyasztói árindexeket és a háztartási energiák helyzetét vizsgálva. Az árakat nézzük, és itt a monopólokra, monopól helyzetekre szeretnék egy utalást tenni. Ez a fogyasztói árindexnek az alakulása, speciál a háztartási energia tekintetében. A piros az energiaár, jól látszik, hogy 95-ben, amikor a privatizáció megtörtént, kezd kinyílni az olló. Én 95-ben nem tudok olajárrobbanásról, nyilvánvaló, hogy a dolog mögött más összefüggés van. Ezeket azt gondolom megint csak a kormányzatnak figyelembe kell vennie. Orbán Viktor miniszterelnök a német példákra utalt válaszában kifejtette, hogy a kormány nem csak a lakossági energiaárakra ügyel, hanem a szektor más szereplőit is figyelemmel kíséri, így azt is, hogy a cégek milyen áron és milyen körülmények között jutnak energiához. Németországban 2004-ben, tehát 4 évvel a válság előtt fogadták el azt a gazdaság korszerűsítési csomagot, ennek harc 4-3 van mindenfajta kódjele, még a Schröder-féle kormányzat alatt, amelynek hatására a német szociáldemokrata pártból több százezren kiléptek. Képzeljék el ezt Magyarországon. Mert annyira átalakította a korábbi munkatörvénykönyvet, foglalkoztatási rendszereket, annyira rugalmassá tette a magyar gazdaságot, vagy bocsánat, a német gazdaságot, hogy mikor 2008-ban eljött a válság, ugyan megszenvedték a németek, de már végrehajtották azokat az átalakításokat, amiket mások a válsággal egy időben próbálnak végrehajtani. Ez az oka annak, a grafikonnak, amit látunk, hogy a németek gyorsan, lokomotívszerűen húzzák ki magukat a válságból, a többiek beleragadnak, itt csak Magyarország került a képernyőre, de a többi ország sincs ebből a szempontból jobb helyzetben. Mi, mint ahogy itt hallhattam az előadásban, vagy hallhattuk az előadásban, még 2008-ban is azt mondta a hivatalban lévő kormányzat, egyébként az általam elmondott figyelmeztetésre válaszképpen a parlamentben, hogy nem kell megijedni, mert nincs olyan világgazdasági átalakulás, különösképpen nincs olyan rövid távon fenyegető válság, amire választ kellene adni az akkori gazdaságpolitikán. Ez volt 2008-ban. Németországban már 4 éve megcsinálták a válságot kezelni képes, vagy az országot a válság kezelésére alkalmassá alakító reformcsomagokat. Mi 2008-ban sem kezdtünk hozzá. Itt fontos, hogy emlékezzenek arra, mert az emberi emlékezet rövid, ezért elnézést, de időnként közismert tényeket kell megismételnem, hogy 2010-ben Magyarország pénzügyi helyzetét tekintve rosszabb állapotban volt, mint Görögország. Tehát 2010-ben, amikor én miniszterelnökként először mentem újra Brüsszelbe, akkor ott Magyarországot, mint az összeomlásra jelölt országot, Görögország előtt. A kockázatos adósok listáján is Görögország előtt jegyezték. Innen indultunk, csak ma már tekintettel arra, hogy jól állunk a lábunkon a görögökhöz képest, ma már erről hajlamosak vagyunk elfeledkezni. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az elért eredményeken túl azt a megbízást kapta a kormánytól, hogy a gazdasági fellendülést beindítsa. Azok az eredmények, amiket az elmúlt 2,5 évben a magyar kormány elért önökkel partneri együttműködésben, tehát az adósságállomány csökkentése, az adósság növekedés megállítása, visszafordítása,
az államháztartás működésének a konszolidáltabbá válása, hiszen most már nem az a kérdés, hogy 6-7% a hiány, hanem az a kérdés, hogy a 3%-ot most tudjuk-e tartani, vagy nem tudjuk tartani. Ugye mi az elmúlt két évben tudtuk tartani, de erre mondja az Európai Bizottság illetékese újból és újból, hogy hát nem 3, hanem 3,4. Tehát nem az a helyzet, mint 2010-ben, csak azt akarom érzékeltetni. És úgy folytathatnám tovább a sort, hiszen a kockázati felár tekintetében 2010-ben még olyan 6-700 bázispont környékén volt a CDS, most meg 300 környékén vagyunk. Folyófizetési mérleg nem hiánnyal számolunk, hanem pozitívuma van évek óta 4-5% a bruttó hazai terméknek. Tehát az a kérdés, hogy ezeket az eredményeket meg tudjuk-e tartani akkor, ha nincs növekedés. Nem tudjuk megtartani. Tehát ennek az évnek a kulcskérdése, és ezt kaptam feladatul a miniszterelnöktől, hogy a gazdasági növekedés beindítása, a gazdasági növekedés ösztönzése történjen meg. Esztergomban a Hellischer József Városi Könyvtárban Pétertől 16. Benedekig címmel tartott előadást Székely János, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke. A konklávé első napján szó esett a pápaság kialakulásáról, történetéről, jelentősebb eseményeiről, valamint a pápa választás menetéről is. A Szentatya lemondása kapcsán hadd mondjam azt, hogy nagyon sokáig minden püspök az egyházban a haláláig volt funkcióban. Tehát nem csak a pápákra vonatkozott ez, hanem minden megyés püspök egészen a haláláig kormányozta az egyház megyéjét. És a 20. században annyira megnőtt az átlagos halálozási éve az embereknek az orvostudomány fejlődésével, táplálkozás fejlődésével, hogy rengeteg püspök volt, aki 90 meg 100 évig élt. A papoknak az átlagos halálozási év az a világon a legmagasabbak között van, mert egy nyugodt életet élnek. Igen. És hát emiatt nagyon nagy probléma adódott rengeteg egyházmegyében, hogy gyakorlatilag kormányozhatatlanná vált az egyházmegy. És második vatikáni zsinat után a 6. Pál pápa, tehát nem is túl régen, döntötte ezt el, hogy minden püspök köteles 75 évesen lemondani. Március 13-án a Szentgyörgymezői Olvasókörben Török Szofi Esztergomban címmel tartott előadást Gétóth Franciska, irodalmi múzeológus. Régi boldog nyarak, dús gyümölcse csillogott ékszerként körülötted, írja Török Szofi Almák című versében, és Babics nem így válaszolt, de én ide álmodtam mellé ezt a két sort, mert talán válaszol is arra, amit az első felvet, hogy ami legszebb és legpirosabb, az fog hullni leghamarosabb. Babics Mihály a Búcsúha nyári laktól című versében, mint hogyha tetszenek érezni, mint hogyha egy könnyed dialógusba lépne egymással a két szerző. És ebben az egy mondatban meg is ragadhatjuk itt a mi nehézség, hogy két alkotó személyiség közös életéről van szó Babits Mihály és Török Szofi esetében, és hogyha belegondolunk, és itt a teremben is körbenézek, akkor jó néhány alkotó hölgy ül köreinkben, aki feleség is, ugyanakkor művészeti tevékenységet folytat, és hogyha belegondolunk, akkor valóban ez a mélyében néha összebékíthetetlen ellentéteket hordoz magában. A rendezvényen Durzák Anna versekkel színesítette az előadást. Kigyúl a szerény olaj, melynek lángja épp oly könnyen full koromba, mint az élet. Nagy esetlen cigánypricskök ugrálnak az ajtón körül. Nem sokára itt is villanyék. A föltépet falakban ideges drót várja már az áramlázát, mely a város élő hálójába kapcsol. Fényben fognak úszni függőkertjeink s a hegy, mely István király óta szomorú. Fényt, ó, mély rég szomjaz rá bús telepünk, fényt és több fényt, és mindig több fényt. Ne maradjon egy homályozzug a földön. Gyújjanak ki planétánknak útjai és létjei. Ragyogjon, mint boldog gyarmat fekete puszták között, s mint egy fényes röpülőgép szelje át a vak eget. Fényt, ó, tiszta fényt, ne kelljen pötykezednek kormos lámpát gyújtogatni többet, és ne ácsorogjunk, mint a prücskök, búsan, félig nyílt ajtóknál a fények küszöbjein.
Esztergomban a Kaleidoszkóp házban nyílt meg Bejó Gábor fotókiállítása. A tárlatot Szuharenszki Mihály képzőművész nyitotta meg. Szeretete, amit a város iránt érez, amit ő még külön kiszínezett digitális technikákkal. Igen. Jó, akkor nem analóg. De úgy, hogy ismerem, nem analóg technikákat használ. És ugye a másik vonal az, amikor kicsit a képeslap felé hajlik a fotográfia. Itt most úgy érzem, hogy a balanszot megtalálta a kettő világ között, ahol a realitás úgy jelenik meg, hogy a technikával úgy segít rá, hogy jobban közelebb van a látható valósághoz, és kevésbé van úgy kiszínezve. Persze vannak ilyenek is. Azon kívül megjelennek másfajta fotók is, amik nem Esztergomban készültek, de nagyrészt ez körül forog a kiállításnak a témája. És mindenkit sok szeretettel köszöntök, és hadd gratuláljak elsőként Bejó Gábornak kiállításához. Március 16-án a Zsolt Nándor Zene és Művészeti Iskolában Nők a zenében címmel rendeztek koncertet, ahol a volt Szent István gimnázium növendékei léptek fel. Komárom-Esztergom megyei Civil Információs Centrum által szervezett civil pályázati információs napra került sor Esztergomban, a Szent Imre Kolping házban. A non-profit szervezetek projekttervezési és végrehajtási kapacitásának javításáról Puskás Gusztáv, a Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány tanácsadója szólt. Én azért jöttem el, hogy elmondjam önöknek, hogy önök eszméletlenül szerencsés hely, még ha be is csapták önöket ezzel a non-profit dologgal, úgyhogy nevezzük civil szervezeteknek a következőkben. Itt a Duna partján nagyon nagy lehetőségük van arra, hogy a környékbeliekkel, esetleg a túlpartiakkal olyan európai projektekben vegyenek részt, amelyekkel helyzetbe tudják magukat hozni. Azért jöttem el, hogy elmondjak egy ilyen projektet. Ez a projekt elindult. Én megmondom őszintén, én nem jegyeztem meg. Direkt meg se néztem, hogy ez hanyas számú, meg milyen, meg hogy van. Nem ez az érdekes. Abszolút nem az érdekes. Az az érdekes benne, hogy önök meghallják-e ezt a hívószót? Érzékelik-e azt, hogy a szervezetükben, akár egyesület, akár alapítvány, szinte biztos, hogy nincs meg minden területnek a szakembere. Nem is nagyon lehet meg. Például ilyen terület, amivel ez a projekt foglalkozik, elsősorban az informatika, számítástechnika. Nagyon sokan, a fiatalabbak főleg, már ezzel kelnek, ezzel fekszenek, ők benne vannak. De sokunknak bizony nehézséget okoz egy adatbázis kezelőt, vagy becsatlakozni a közösségi médiához, hírt adni saját magunkról, és ez azt jelenti, hogy ott is vannak hiányosságok. Győrben, mikor tartottunk egy előadást, odajött egy idős horgász, és mondta, hogy ő 74 éves, ne várjuk már tőle, hogy ezeket a lapokat ő pötyörögve töltse ki. És igaza volt. A Nemzeti Együttműködési Alap által a 2013. évre kiírt szakmai pályázat részleteiről, a hasznos tudnivalókról Monostori Éva, a komáromi civil információs pont munkatársa szólt.
Csak arra kíváncsi, hogy a partnerek között majd melyik ki hogyan valósítja meg mindezt, vagy esetleg a partner ebből mennyit, még ez lehet a járhatóbb út, hogy tehát ha mi ketten együtt pályázunk, akkor mennyi az az összeg, amit esetleg számlánként, vagy szolgáltatásként a te civil szervezeted nekünk mondjuk be fog szolgáltatni, és akkor így lehet látni, hogy a partnerség mennyi. Ezt tudom elképzelni, mert egyébként semmi értelme nincs ennek a kettős táblázatnak. Nem is tudom, hogy hogy fogják ezt nyomon követni, hogy most miért tervezzek ide is, meg oda is, de ha mondjuk munkabért például hogyan tervezhetek nálatok, ezt el nem tudom képzelni. Szóval én azt gondolom, hogy megint egy kicsit átestek a fiúk meg a lányok a ló másik oldalára, valamit gondoltak, és ezt át nem gondolták, hogy ez hogy kivitelezhető, vagy hogyan sem. Tehát pont ez a rész az, ami szerintem a legérzékenyebb. De hát ugyanezt mondhatnám egy határon átnyúlónál, tehát akkor most mit csinálok vele? A Nemzetközi Visegrádi Alap támogatási rendszerét Beke Mihály András, a Nemzetközi Visegrádi Alap magyarországi képviselője mutatta be. Alapvető cél ennek a visegrádi csoportnak kezdetben az volt, hogy egymást segítse az a négy ország, később ugye négy ország az Európai Unióhoz való csatlakozásban. Ugye ez 2004-ben megvalósult, utána kicsit lanyhult ez az együttműködés, bizonyára az is benne volt, hogy nem igazán találtak közös célokat, mindenki Brüsszelre figyelt, meg a gond az is volt, hogy igazából ez a visegrádi csoport, ez egy nagyon ilyen informális politikai képződmény alakulat, tehát egyetlen egy intézménye van, tehát más nincsen azon, hogy évente találkoznak, egyetlen egy intézménye éppenséggel a Nemzetközi Visegrádi Alap, amelyet 2000-ben hoztak létre ez a négy ország, hogy legyen valami közös intézménye is ennek a politikai szerveződésnek. A visegrádi együttműködés meglehetősen lanyhult 2004 után, mint mondtam, de az utóbbi időkben nem utolsó sorban meggyőződésem szerint az európai válságnak is köszönhetően, az uniós válságnak köszönhetően megint mintha erősödni látszana, mind a négy ország egyre nagyobb figyelmet, sőt, ami fontos, nagyobb pénzösszegeket, nagyobb anyagi támogatást is biztosít az alapnak. Esztergomban az Enéke szervezésében lakossági tájékoztatót tartottak. A rendezvény létrejöttéről Erős Miklós elnök szólt. Bodrogai barátom jó voltából vagyunk ma itt, megkeresett, hogy szívesen segítene az áldozattá válás elkerülés érdekében. Van egy sorozat a megyében, de nem csak egy alkalommal, hanem többször is. És hogy a Enéke vállalná-e, hogy egy előadás sorozatban segítene. Fölajánlottuk, egy ilyen beszélgetés volt az Enéke klubban, és most itt este Szentgyörmezei Kertbarát körben lesz egy ilyen beszélgetés az áldozattá válás elkerüléséről. Föl is kértem Csonkáné Huszár Anita, alezredes asszonyt, a bűnmegelőzési osztály vezetőjét, aki ma itt egy előadást fog tartani, illetve egy beszélgetést az áldozattá válás megelőzéséről. Nagyon fontos ez napjainkban, hiszen nagyon sok trükkös betörés, trükkös tolvajlás van, amit hát jó, hogyha tudunk, és tudjuk azt, hogy hogyan tudjuk magunkat megvédeni, hogyan tudjuk ezeket megelőzni. Csonkáné Huszár Anita rendőr alezredes tartott előadást időseknek az áldozattá válás megelőzéséről. Csonkáné Huszár Anita alezredes vagyok, a Komárom-Esztergom megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztályának a vezetője. Mai napon Esztergomban két felkérést is kaptam. Az egyik a idősek klubjában történt, a másik pedig itt a Szentgyörgy mezőn. Mindkét helyen az áldozattá válás megelőzéséről beszéltem, illetve fogok még most beszélni. Remélem, hogy minél többen eljönnek, és minél többen hallani fogják azokat a dolgokat, amelyeket megelőzési céllal tudunk ajánlani. A rendőrség bűnmegelőzési egységei különös figyelmet fordítanak az idősek áldozattá válásának megelőzésére, mert hogy ez az a korosztály, amely sérülékeny, könnyen áldozattá válik, és ezért kell felhívnunk a figyelmet azokra a módszerekre, amelyekkel mindezeket megelőzni lehet.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évadnyitójával folytatjuk mai adásunkat. Ezután K. Kovács József fafaragó kiállítását tekinthetik meg. Műsoridőnk végén Bejó Gábor tárlatával búcsúzunk. Műsorainkhoz jó szórakozást kívánunk! Budapesten tartotta gazdasági évnyitóját a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Erről az eseményről tájékoztat a következő összeállításunk. Miniszterelnök úr, miniszter úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Igen nagy megtiszteltetés, hogy elfogadták a kamara meghívását, mint önök vendégek, mint pedig miniszterelnök úr és miniszter úr, mint előadók. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy kicseréljük a véleményünket a gazdaság állapotáról, az előttünk levő teendőkről, és folytassuk azokat a hagyományokat, amelyeket éveken át követtünk, és amelynek során éveken át megtettük ezt az eszmecserét. Visszanéztem, 2001 óta tartunk ilyen rendezvényeket, és hát elég szépen nyomon követhető a magyar gazdaságnak az állapota. És hát ami a legszomorúbb benne az az, hogy ha az elmúlt 4 évet nézzük, még ugye tavalyi pontos adataink nincsenek, de tudjuk azt, hogy tavaly is mínuszos volt a gazdasági növekedés, azt láthatjuk, hogy Magyarország az, aki akár az eurózónában, akár más versenytérségekkel hasonlítva a piros vonal alatt van a gazdasági válság kibontakozása óta. Nem tudtunk pozitív gazdasági növekedést felmutatni. Összesen 2008-hoz képest most nagyjából -5-5,5% környékén járunk. És hát ennek az okait nyilván meg kell keresni, mert azt várják a vállalkozások, hogy növekedés legyen az országban, és hogy nőjön az a torta, az a jószághalmaz, amit egymás között eloszhatunk. Megpróbáltam számba venni, hogy mit várnak a vállalkozások,
És hát azt kell mondjam, hogy rendkívül hosszú ez a sor, és valószínűleg nincs is benne minden, amit itt összetudnánk adni. Először is magának a pénzügyi válságnak a kezelését. Ugye 2008-ban azt hallottuk az akkori politikától, az akkori kormányzattól, hogy a válságnak még a szele sem fog bennünket megérinteni. Hát ezt ugye mi akkor nem hittük egy percig se, de sajnos az élet minket igazolt. Láttuk azt, hogy valamennyi jövedelem tulajdonos mérhetetlenül el van adósodva, részben devizában, így a magyar állam, az önkormányzatok, a vállalati szféra, és ami egy nagyon súlyos társadalmi konfliktus, a lakosság. Ebből az adósság csapdából kivergődni megint csak egy fontos feladat. Ugyanebben az időszakban összezuhantak az állami kiadások. Magyarország volt az egyetlen ebben a térségben, aki nem tudott anticiklikus gazdaságpolitikát folytatni, hiszen nem volt hozzá forrása, nem volt hozzá eszköze, így kénytelen volt az állam, mint megrendelő, és az önkormányzatok is persze, kivonulni a piacról, és csökkenteni a kiadásait. Nyakunkon volt az árfolyamválság és volatilitás, amit mindenki megérzett, bár ennek néha a gazdaságban volt kedvező hatása. A hitelpiac befagyott, vagy befagyással felérő beszűkülését tapasztalhattuk. A cserearányok tartósan romlottak, és még most is romlanak, ami azt jelenti, hogy többet dolgozunk egységnyi bevételért. És az európai felzárkózás, az európai konvergencia az elakadt. Tulajdonképpen az Európai Uniós csatlakozás óta. De voltak baklövéseink is, vagy elpuskázott lehetőségeink is, amiknek a kiigazítását szintén várta és várja a vállalkozói társadalom, főleg a kis- és középvállalkozói társadalom a mindenkori kormányzattól. Ilyen a privatizáció hibáinak a felszámolása, vagy legalábbis tompítása, hiszen a privatizáció során a hazai ipar jó része leépült, a kereskedelem kiszolgáltatottá vált, külföldi kézre került, és tudjuk, hogy akié a polc, azé a piac. A pénzügyi szektor jelentős része fölött elvesztettük a befolyásunkat, nem csak a bankokra gondolok, hanem a biztosítói szektorra is. Magánmonopóliumok alakultak ki a gazdaság környékén, nagyon sok területen, energetikában, telekommunikációban, amelyek állami monopóliumból jöttek létre, és utána magánmonopóliumként viselkedtek. És ami azt gondolom, hogy az itt a teremben ülőknek talán leginkább fáj, hogy a hazai tulajdonlás, a hazai tulajdonos az leértékelődött, kevésbé volt elfogadható a magyar közéletben. Alacsony hatékonyságú volt az EU-s források felhasználása, ezzel azt gondolom, hogy egy óriási lehetőséget vesztegettünk el, és nagyon gyenge a KKV-nak a termelékenysége, alacsony a hozzáadott érték és a beszállítói láncoknak az aránya. De emellett van még mit tenni a kormányzatnak, és van még, amit a vállalkozások elvárnak. Nagyon sok megcsontosodott, rossz hatásfokkal működő arrendszere van Magyarországnak, vagy volt Magyarországnak, és elvárásunk volt és lesz is a jövőben, hogy a teljesítményösztönzés, a munka, az értékteremtés kerüljön a magyar társadalom, a magyar munkaerőpiac központjába, hogy a foglalkoztatási szabályok átalakításra kerüljenek, szerencsére kerültek is, hogy az adórendszer ezeket a célokat szolgálja, hogy a segélyezés az ne arra ösztönözzön, hogy segélyből éljek, hanem arra, hogy munkát keressek, hogy a nyugdíjrendszerből kivegyük az anomáliákat, beleértve a nyugdíjkorhatár kérdését, a rokkant nyugdíjak rendszerének anomáliáit, illetve a vegyeres testületek, rendészeti szervek egyébként egészen megmosolyogtató nyugdíjazási gyakorlatát, ami hatalmas költségébe került az egyébként itt ülő vállalkozói társadalomnak. De ebbe a sorba bent van az egészségügy, az oktatás, beleértve a közoktatást, a szakképzést, a felnőtt képzést, a felsőoktatást, benne van a közigazgatás, az igazságszolgáltatás, az energetikai intézményrendszernek az átalakítása, szabályozás átalakítása, általában a versenyszabályozás, és mint kamara elnökként nem kerülhetem meg azt a kifejezést, hogy gazdaságszervezés. Hiszen nekünk nagyon fontos, hogy a gazdaságszervezés is nyugati mintára működjön. És föltetjük azt a kérdést, hogy egyébként mi köze van ehhez a kamarának, vagy mi köze van ehhez a gazdaságnak. Miért mondunk mi ebben véleményt? És azt gondolom, hogy egy nagyon alapos és egyértelmű állításunk lehet. Ezt a gazdaság finanszírozza. A munkavállalók és a
gazdasági szereplők, a vállalkozások. És hogyha ezek a struktúrák rossz hatásfokkal működnek, akkor nekünk több adót kell befizetni. Ez a képlet nagyon egyszerű, ezt az elmúlt évtizedben, időszakban nagyon-nagyon sokszor megéltük. Hadd emeljek ki néhány példát a megoldandó problémák közül, és hívom fel miniszter úrnak a figyelmét arra, és miniszter úrnak a figyelmét arra, hogy ezekkel foglalkozni kell. Az egyik a magyar vállalati hitelállomány alakulása, amit erre a grafikonra föltettünk. Nagyon jól látszik, mi vagyunk a kék szaggatott vonal, utolsó előtti a balti államok vannak nálunk rosszabb helyzetben, hogy minden ország visszatudta tornászni a hitelállományát arra a szintre, ahol a válságkor elindult, erre Magyarország nem volt képes, kiszáradt a magyar finanszírozási rendszer. Ezt jól mutatja a bankrendszer és a fiókok külföldi forrásainak az alakulása. 36 milliárd euróról ez lement közel 20 milliárd euróra, és ez a folyamat továbbra is tart. Ezt orvosolni kell, hiszen ha egy gazdaságban nincsen forrás, akkor az a gazdaság igen nagy bajban van. 2011-ben a magyarországi bankszerkezetben 89% volt a külföldi tulajdon aránya. 89%. Ebbe beleértem a részvényesi tulajdont is értelemszerűen. A bankok többsége zárt körűen működő részvénytársaság, tehát ha tulajdon szeretnénk szerezni benne, akkor sem tudnánk, hiszen erre jogi lehetőség nincs, vagy piaci lehetőség nincs. És természetszerűleg a hitelezés nagyobbik része, jelentős hányad az a külföldi tulajdon bankoktól származik a gazdaságban. És ami még nagyon tanulságos, hogy jelentős a közvetlen befektetéseknél a tulajdonosi hitel, kvázi kikerülve a magyar bankrendszert. Én ezt teljesen normális dolognak tartom, félreértés ne essék, mert mindenki a saját érdekei mentén cselekszik, csak mutatja azt, hogy milyen anomáliái vannak a rendszernek. És önök tárgyalnak naponta hitelről, tudják azt, hogy korábban az a döntéshozatal, ami az adott városban történt egy hitel kapcsán, az mára már nem hogy Budapesten, hanem valahol külföldön történik, és egészen más szempontok szerint, mint amit egyébként szeretnénk. És megint csak hangsúlyozom, nehogy valaki félreértse. Én teljesen normálisnak tartom ezt a folyamatot, hiszen egy válság idején egy ilyen centralizáció bekövetkezik. De ez nekünk ettől még nem lesz jó. A tendenciák azok meglehetősen gyászosak egy kivételtől eltekintve. Az előző negyed évben tovább szigorodtak a hitelfelvételek, tovább csökkent a hitelezési képesség és a hajlandóság is, tovább nőtt a hitelportfólió, a vállalati hitelportfólió, ez növeli a kockázatokat, ezt szét kell teríteni a gazdasági szektoron, ez nyilván költségnövekedéssel jár, és egyetlen egy pozitív tendencia van, amit persze óvatosan kell kezelni, az alapkamat csökkentés, ami ellenébe hathat ezeknek a költségnövekedéseknek. Talán egy fontos kitörési pont lehet, Magyarországon a takarékszövetkezeteknek az aránya a hitelezésben 9% mindössze, míg a vállalati hitelezésben másút 40-35-40%, tehát itt egy radikális takarékszövetkezeti rendszer átalakítással komoly áttörés lehetne elérni, miniszterelnök úr, a finanszírozásban. Ha az árakat nézzük, és itt a monopolokra, monopol helyzetekre szeretnék egy utalást tenni, ez a fogyasztói árindexnek az alakulása, speciál a háztartási energia tekintetében, a piros az energiaár, jól látszik, hogy 95-ben, amikor a privatizáció megtörtént, kezd kinyílni az olló. Én 95-ben nem tudok olajárrobbanásról, nyilvánvaló, hogy a dolog mögött más összefüggés van. Ezeket azt gondolom megint csak a kormányzatnak figyelembe kell vennie. Megnéztük a működő tőke hozamot a válság előtt és a válság után. A válságot ugye 2008. szeptember 16-ától a Lehman Brothers összeomlásától számoljuk. Megnéztük azt, hogy 2006-ban és 2008-ban, tehát három év alatt, mekkora volt a befektetett tőkére eső hozadék. Aztán megnéztük 2009-2010-ben, sajnos frissebb statisztikáink nincsenek, hogy akkor mennyi volt ágazatonként a befektetett tőkére a hozadék. Minden ágazat megszenvedte a válságot, kivéve a villamosenergia, gáz, gőz, vízellátás területét, ahol, ha megnézik, évente 15% volt a befektetett tőke hozadéka, és ez a válság után változatlanul ugyanennyi maradt. Ez azt gondolom megint egy nagyon fontos összefüggés. Van azonban, hölgyeim és uraim, egy nagyon elgondolkoztató összefüggés a válságból való kilábalás kapcsán. Ezt a MKIK GVI kollégái állították elő,
ami azt mutatja, és sajnos kicsit szerencsétlen a szín, hogy a német és a magyar gazdaság hogyan viselkedett, és hogyan viselkedik a válságból való kilábalásnál. Jól látszik, hogy 2008-ban a harmadik negyedév végén a zuhanás az együtt indul, párhuzamosan zuhan a két gazdaság, zöld a német, ezért szerencsétlen a szín sajnos, a pirosak vagyunk mi, és jól látszik, hogy 2008 második felében, amikor a németek elkezdenek helyreállni, elkezdenek kijönni a válságból, akkor Magyarország tovább süllyed, és képtelen tendenciát fordítani. Ennek az okait feltétlenül vizsgálni kell, mert Magyarország egyik húzó motorja az a német gazdaság. És én azt gondolom, hogy emögött a legnagyobb probléma az a termelékenység és a gépesítettség, a hatékonyság összefüggései vannak. A fejlett országokban a kis- és középvállalati szektor foglalkoztatja a teljes létszámnak 60-65%-át, és előállítja a GDP 55-60%-át. Természetszerű, hogy ezek a cégek kevésbé versenyképesek, kevésbé hatékonyak, kisebb a hozzáadott értékük, ezért van ez az aránytalanság. Ezzel szemben Magyarországon óriási különbség van, hiszen nálunk 55-60%, tehát hasonló a foglalkoztatási arány, míg a GDP előállításban mindössze 30-35%-kal vesznek részt ezek a vállalkozások. Nagyságrendi különbség van az ő termelékenységük és hatékonyságuk tekintetében. És hogyha ezt forintban nézzük, akkor az derül ki, hogy míg ma az Európai Unióban 14,5 millió forint termelési értékesik egy kisvállalkozásban dolgozó munkatársra, vagy a nagyvállalatnál dolgozó munkatársra, nálunk ez 12 millió, tehát gyakorlatilag ugyanaz. Azonban a KKV szektorban ez mindössze 4 millió forint per év. Ez egy óriási különbség, és hogyha ennek a bérvonatkozásait nézzük, azt nézzük, hogyha 30%-kal meg tudjuk emelni a termelékenységet, az az uniós bérátlagokat nézve megduplázná az átlagbéreket, akkor azt gondolom, hogy nem hiába fogom feszegetni azt a kérdést, hogy mit fog Magyarország csinálni a következő időszakban az Európai Uniós forrásokkal. Ez a Bodrog-Keresztúri kilátó, ami 40 cm magas, ez már csak a reklámköltségét is megéri, mert azt gondolom, hogy jól mutatja, hogy Magyarország alapvetően nem jól használta fel, kudarcosan használta föl az Európai Uniós forrásokat. És ezzel 7 évet vesztegettünk el, miközben mások ezt a 7 évet hatékonyabban használták fel. Rossz volt a célmeghatározás, magasak az előosztási költségek, magas a sulódási veszteség, rosszul működő, közreműködő intézményrendszerünk van, a támogatás intenzitás rendre alacsonyabb, mint amit az EU előír. Az 5000 fő alatti települések problémáját egyik kormány se tudta megoldani, miniszterelnök úr, a jelenlegi sem. Álságos a pályázatoknak a kényszere, nagyon sokszor a kisvállalkozások tekintetében. Nagyon hosszú a kifizetési idő. És ami talán a legelgondolkoztatóbb és legszomorúbb, hogy a gazdasági szereplők kiábrándultak az Európai Uniós forrásokból. Tehát az az eufória, ami 2004-ben a gazdaságban megvolt, hogy jön majd az uniós pénz, és akkor nem lesz elég munkaerő, ha visszaemlékeznek erre ezekre az előjelzésekre. Nem lesz elég építőipari munkaerő, aki majd kivitelezi azt a sok-sok épületet, amit uniós forrásból építünk. Hát ahhoz képest azt gondolom, hogy az élet elég nagy csalódást hozott a magyar vállalkozói társadalom számára. És ezt a társadalmat, ezt a magyar vállalkozói társadalom nem szeretné még egyszer megélni. Tehát nekünk nagyon fontos, hogy a következő időszakban hogyan fogjuk elkölteni az uniós pénzeket, és ne legyenek abban illúzióink, hogy a közeg ellenállás az hatalmas lesz. Lehet politikai döntés a tekintetben, hogy a gazdaságba kell forgatni a pénzt, ezt a gazdaság támogatni is fogja, de legalább annyian nem fogják ezt támogatni, miniszterelnök úr, hiszen lesznek azok, akik nem ebben érdekeltek. Akik az előfinanszírozásban érdekeltek, nyilván nem ebben az irányba fognak mozogni, vagy a pályázatírók, vagy maga az intézményrendszer sem. Ezt politikai akarattal kell elrendezni. És hogy kudarcos volt ez a felzárkózási folyamat, ezt két táblával szeretném önöknek mutatni. Az egyik a bruttó hazai terméknek, a GDP-nek a megoszlása régiónként. A teljes magyar GDP fele az a közép-magyarországi régióban keletkezik, és a maradék fele keletkezik a többi régióban. Ami azt mutatja, hogy ezek a régiók csúsznak lefelé. Néhány térségtől eltekintve összességében csúsznak lefelé. És sajnos ezt a számok is alátámasztják, mert ha azt nézzük, hogy az Európai Unió leggazdagabb és legszegényebb régióiban hány magyar van jelen,
akkor az derül ki, hogy még a cseheknek vagy a szlovákoknak a leggazdagabb régióban is akad egy-egy régiójuk, a leggazdagabb 20-ban, addig nekünk egy sem, miközben a legszegényebb régióban sajnos 4 régióval is jelen vagyunk az össz 7 magyar régióból. Tehát ez a területfejlesztés, a vidékfelzárkóztatás jelentőségére hívja fel a figyelmet a következő Európai Uniós költségvetési időszakban. Ezért mi felajánljuk, és készek vagyunk együttműködni abban, hogy az uniós forrásoknál ott legyünk, és elmondjuk a gazdaság véleményét több felületen. Egyrészt a célok meghatározásában, másrészt készek vagyunk abban, vagy arra, hogy a mikro és KKV körben a kicsi összegű, de nagy számú, tehát nagy tömegű pályázatokat elbíráljuk, elrendezzük. Erre remek tapasztalataink vannak, hiszen a Kavosz a Széchenyi kártyában ezt évek óta csinálja, vagy hasonló dolgot évek óta csinál, sőt erre cégünk is van, de a területi kamarák is képesek ennek a feladatnak az ellátására. Készek vagyunk a hatékonyság mérésre. Soha nem mértük, hogy az uniós források milyen fenntartható beruházásba mentek, növelték-e a foglalkoztatást, növelték-e a termelékenységet. Azt gondoljuk, hogy a következő időszakban ezt meg kell szervezni. Fontosnak tartanánk az együttműködést a területfejlesztésben a területi kormányzati döntéshozók és a területi kamarai szereplők, a területi gazdasági szereplők között egy iterációs folyamatban dőljön el, hogy a pénzekkel mi történik. És fontosnak tartjuk a közbeszerzés további korszerűsítését, akár radikális átalakítását, amire azt gondolom, hogy lassacskán megérik az idő, hiszen a közbeszerzési törvény lassan több mint egy éve hatályban van, most ideje megnézni, hogy milyen hatásfokkal működik. Mi az elektronikus közbeszerzésnek a fölerősítését azt nagyon erősen tudnánk támogatni, nagyon sok európai országban ez rendkívül pozitív eredményeket hozott. De vannak nagyon súlyos nyomasztó problémák is a gazdaságban. És ezek között a leges-legelső a növekedés. És akár beszélhetnénk erről itt ma egész időben, de tudjuk, hogy ezt nem fogjuk ebben a teremben megoldani. De egy beszélgetésben talán el tudunk mozdulni ebbe az irányba. Hiszen tudjuk azt, hogy a növekedésnek kell, hogy legyenek motorjai. Növekedés magától nincs. Politikai akaratra sincs, vállalkozói szándékra vagy álmodozásra sincs, csak akkor van, hogyha annak reálgazdasági alapja van. És ma a reálgazdasági alapok ilyen értelemben nem jók. A belső fogyasztás stagnál vagy csökken 2006 óta. A külpiacok rendkívül bizonytalanok, hiszen az Unióba szállítjuk a exportunk 80%-át, és látjuk, hogy az Unióban visszaeséssel számolnak. A beruházások történelmi mélyponton vannak, az újra előállítása a termelő eszközöknek nem történik meg, és ebben a szituációban nagyon nehéz elmozdulni. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a gazdaság szöveteiben, vagy a társadalom szöveteiben nagyon pozitív folyamatok vannak akkor, amikor az adósság csapdából való kiszabadulást látjuk, mert aki ma azért nem költ, mert vagy törleszt, vagy mert fél a jövőtől, az talán, hogyha a helyzet konszolidálódik, akkor újra fogyasztani fog. Nyomasztó probléma az adminisztráció és a bürokrácia tényleges csökkentése. A következő táblán mindjárt bemutatok egy csomó bürokrácia csökkentő lépést. És mégis a bürokrácia összességében nem csökkent. Mert mindig újra nő, mint a hidra. Amit, hogyha elvesznek tőle feladatot, de az íróasztalt nem, akkor az íróasztal megteremti magának a munkát. Komoly probléma a végrehajtó hatalom és a politikai döntéshozó közötti diszonancia. Ezt tavaly úgy fogalmaztam, hogy... hirtelen nem jut eszembe. De biztos, hogy jó volt. Akkor egy keményebb kifejezést használtam. De a dolognak, gondolom mindenki érti, miről van szó. Nagyon sok olyan politikai ígéret van, amit meggyőződésem szerint komolyan is gondol a kormányzat, ami a végén egészen másként potyog ki a rendszerből, mint ahogy azt az elején megfogalmazzák. És ezt a gazdaság nem látja örömmel, mert mi azt szeretnénk, hogyha ezek az intézkedések kőkeményen végigmennének a bürokrácián, és nem tudnának elhajlani bizonyos másfajta érdekeknek a mentén. Nyomasztó probléma az energiaárak, hiszen most anélkül, hogy kommentálnám a lakossági energiaáraknak az alakulását vagy kormányzati szándékát, azt kell mondjam, hogy ez a vállalati kört nem érinti. Tehát a magyar
kis- és középvállalati körben ez a probléma, ez ott marad, és ez előbb-utóbb föl fog horgadni. És halkan mondom, mert megint csak tudom azt, hogy a bankok épp úgy tagjaink, mint a mikrovállalkozások, tehát érdekkonfliktus van a rendszerben nagyon sokszor, amikor kamaraként meg kell szólalni, de látjuk azt, hogy nagyon sok pici egzisztencia van, aki kvázi magánszemélyként vette föl a hitelt, egyébként a mikrovállalkozására, és hasonló helyzetben van, mint általában a devizahitelesek. Ezek mind-mind ott vannak a mindennapi nyomasztó problémák között. Vannak természetesen a gazdaság számára fontos eredmények, és ezeket sem lenne illő elhallgatni. Nagyon fontos a számunkra, hogy a kormányzat elkezdte és néhány helyen végrehajtotta az alrendszerek átalakítását. Ezt évtizedek óta követeltük, azt gondolom becsülettel oda is álltunk minden esetben a kormány mellé, amikor az élet úgy hozta, mert ezt kívánják az érdekeink és az egész magyar társadalom érdeke. És azt gondoljuk, hogy főkép, tehát most a képzésben, ahol mi jelen vagyunk, a szakképzésben, ami átalakítási folyamatok történtek, rendkívül helyes irányba történtek, a felnőtt képzésben jó a koncepció, el kell indítani és végig kell vinni, bele kell vágni, a felsőoktatást végig kell vinni, észszerű érvek mentén, majd erre mindjárt kitérek még, és a munkaerőpiac átalakítása is tetszik a gazdaságnak, helyes lépésnek tartjuk, meggyőződésünk, hogy ez Magyarország versenyképességét növeli. Egyébként, hogyha az adatainkat nézzük, akkor azt látjuk, hogy a magyarországi tőkebefektetésekben erőteljesen elmozdult az arány a termelő beruházások irányába, a hozzáadott értéket előállító beruházások irányába, ami azt gondolom, hogy egy nagyon fontos, a hosszú távú jövőt meghatározó összefüggés. Fontosnak tartjuk a foglalkoztatottság megőrzését, az élő munkaterhek csökkentését, a különféle ezzel kapcsolatos programokat, és azt gondolom, hogy a teremben ülők ezt legalább annyira reálisan látják, mint én, nevezetesen, hogy recesszió idején a foglalkoztatás megőrzése, foglalkoztatás szintjének a megőrzése az már önmagában egy nagy siker, és ebből jelentős elmozdulást csak akkor lehet elérni, hogyha megint csak visszatérünk a növekedés kérdéséhez, és elindul egy gazdasági bővülés. Nyilván örömteli a számunkra, hogy a közmunkában foglalkoztatnak embereket. Nagyon fontos, hogy életvitelszerűen munkát végezzenek emberek, felkelnek reggel 6-kor, elérik a buszt, megtervezik a napjukat, de nyilván ez hosszú távon csak akkor fönntartható rendszer, hogyha az exitje az a reálgazdaságban, a valódi munkahelyeken van. Fontosnak tartjuk a közteherviselés átalakítását és a segélyezési rendszernek az átalakítását. Rengeteg adózási szabály módosult, nem tudom felsorolni őket, de érzékeljük a mindennapok szintjén. A 10 darab kisadónak az eltörlése, az 500 millió forint adóalapig való 10%-os adókulcs, a beruházáshoz szükséges engedélyeknek egyharmada került kitakarításra a rendszerből, a kistermelői élelmiszer termelésnek a megkönnyítése és ennek az értékesítésnek a megkönnyítése, ezek mind nagyon kedvezőek. Az adminisztrációk csökkentése, bár azt kell mondjam, hogy ebből a gazdaság még nem érzékel semmit, vagy minimálisat. Egyetértünk az adminisztráció átalakításával, beleértve a közigazgatást is, de ez még nincs abban a, nem érte el azt az inflexiós pontot, hogy a mindennapi vállalkozó számára érzékelhető legyen. Mi, mint kamara, nagyon fontosnak tartjuk a kamarai regisztrációt. Egyre többet látunk a gazdaságból. Ebből vannak egyébként konfliktusok is, amikor megkeresünk olyan szereplőket, akik már visszaadták az ipart, vagy meghaltak. Csak kiderül, hogy ezt senki nem tudta, és nem szerepel a gazdasági adatbázisban. Illetőleg ennek kapcsán nőttek a forrásaink arra vonatkozóan, hogy hogyan tudunk szolgáltatásokat végezni. És nagyon fontos a számunkra a Széchenyi kártya folyamatos fejlesztése, ami egy abszolút győztes-győztes szituáció mindkét szereplőnek. A pénzügyi válság ellenére tudtuk növelni a kihelyezett hitelállományt és az ügyfélszámot. És amin most dolgoznak kollégáink, az, hogy a beruházási hitel kapcsán 5%-ra emelkedjék a kamattámogatás, mert ez talán egy picikét meglökhetné a kicsi beruházásokat, hiszen a Széchenyi kártya klasszikusan a mikro- és kisvállalkozásoknak a hiteleszköze. Nagyon fontosnak tartom a külgazdaság fejlesztésben való kormányzati együttműködést.
A magyar export 80%-a, ahogy mondtam, az az Európai Unióba megy, ahol recessziós veszély van. És ez a recessziós veszély tartós veszély. Nem gondolom, hogy ez rövid távon megoldódik egymagában, vagy egymagától. Ez az egyik állításunk. A másik állításunk, hogy a Kárpát-medence, mint üzleti régió, az Európai Unión belül újraépíthető, mint egy üzleti környezet. Minden föltétel adott hozzá, oly módon, hogy ez mindenkinek a hasznára váljon. Minden nemzetnek és minden itt élő polgárnak. És a harmadik, a keleti nyitás támogatása, hiszen azok a piacok, persze Brazília nem keletre van, csak hosszan kell menni, mert Brazília is beletartozik ebbe a körbe, de így emblematikus a fogalom, de tudjuk azt, hogy a tőlünk levő világ, a keleti világ az, ahol növekedéssel lehet számolni a következő időszakban, és ahol már most bődületes növekedést lehet látni. Tehát ha valaki kellő idős ahhoz, hogy járt ott 10 éve meg ma, akkor látja az elképesztő különbségeket. Nos, ezeknek a folyamatoknak a felismerése okán és támogatva a kormány külgazdasági törekvéseit, felerősítettük a kamarai hálózatot, vegyes kamarákat hozunk létre valamennyi szomszédos országban, bővítettük a tagozatokat ezekben a távoli relációkban, együttműködünk a kormányzattal két felületen is, a Kárpát-régió üzleti hálózatban, ahol a Kárpát-medencében teremtünk meg irodákat, és teremtünk meg gazdasági kapcsolódási pontokat, illetve társalapítói vagyunk a Magyar Állammal, a Magyar Nemzeti Kereskedőház ZRT-ben. Azt kell mondjam önöknek, hölgyeim és uraim, hogy óriási a vállalkozói érdeklődés. Tehát ha létrehozunk egy magyar-kazah, vagy magyar-török, vagy magyar-arab tagozatot, akkor ott 50-100 vállalkozó ott van, és valós érdeklődéssel van ott. Nem azért jön oda, mert unatkozik, vagy éppen nem tudja elverni az idejét. Látszik rajta, hogy ő nagyon fontosnak tartja ezt a relációt. És van még egy összefüggés. Azt gondolom, hogy a világon nincs olyan állam, ahol ne lenne kamara. Persze sok helyütt más. Mindenütt igazodik a politikai felépítményhez. De van kamara. Tehát ha oda akarok menni üzletelni, akár kormányzatként, akár vállalkozóként, akkor a kamara mindenképpen egy eszköz arra, hogy arra a piacra bejussunk, és ott partnert találjunk. Ezt a mindennapok szintjén érzékeljük, valahányszor külföldre utazunk. Nem sok szlájdom van már hátra, de van még néhány fontos téma. Az egyik az említett felsőoktatás. Én azt gondolom, hogy amikor mi tavaly novemberben megkerestük a miniszterelnök urat, és letettük a koncepciónkat, akkor olyan javaslatokat tettünk el le, amit az élet azóta igazolt, és amit úgy látom, hogy nagyon sokan el is fogadtak az érintettek körében is. Hiszen mi azt mondjuk, hogy a felsőoktatásban is, mint a szakképzésben is, a gazdaság igényeit is figyelembe kell venni. Ott kell legyen a gazdaság véleménye is. Ha már mi finanszírozzuk, legalább a morgás joga legyen meg nálunk. Fontos az oktatott szakok áttekintése, az intézményi stratégiák módosítása, ebben bírunk is egy ígérettel a rektorok részéről, májusig, ha jól emlékszem, hogy ezt az intézmények megteszik. Azt gondolom, hogy vállalatvezetőként nem fér kétség ahhoz, hogy egyértelmű felelősségi pályákat kell kialakítani minden döntéshozatali mechanizmusban. És ez igaz a felsőoktatásra is. Nem lehet olyan felelősségi pálya, ami elmosható. Tudni kell, hogy ki hozta meg a döntést. Ezek olyan méretű intézmények, amelyek egy-egy várossal vetekszenek költségvetésük tekintetében. Nem hiszem, hogy vita lehet abban, hogy az idegen nyelvtudást folyamatosan figyelemmel kell kísérni a tanulási folyamatban. Hiszen az elfogadhatatlan, hogy 30-40% a diákoknak nem kapja meg a diplomáját, mert nem tanulja meg időközben a nyelvet. Ez megint vállalatvezetőként végtelen egyszerű. Hát tessék fölépíteni azt a mechanizmust, amivel mérem évente, hogy mennyit haladt előre a nyelvtudásban. Ugyanígy a természettudományos szakoknál és a mérnök képzésnél a gyakorlatorientáció. Hát az, hogyha én úgy akarok kémikus lenni, hogy nem fogtam a kezembe pipettát, akkor annak előbb-utóbb elég rossz vége lesz. És én azt gondolom, hogy ebbe az irányba kell terelni az oktatást. Fontos egy nemzeti munkaerő mérleg, egy pályakövetés, egy valódi pályakövetés, nem egy ilyen önkéntes bevallás alapján. Itt fölajánlották a gazdaság szereplői, fölajánlottuk a nevetekben elnézést, hogy tegyünk be az adóbevallásba olyan sorokat, ahol erre vonatkozó információkat készek vagyunk megadni a kormányzatnak, hogy világosan lássunk ebben a kérdésben. És nagyon fontos az is, hogy a gazdaság szereplői készek részt vállalni
az anyagi finanszírozásban a felsőoktatásnak. Azokon a területeken, ahol őneki közvetlen érdekeik jelennek meg. És természetesen nagyon fontos, hogy megtaláljuk az egyetemeknek a szerepét, helyét a kutatás fejlesztésben. Szerencsére jó néhánynak megvan egyébként, és nagyon sok helyen van ilyenfajta együttműködés, de ezt tovább kell erősíteni. És a legutolsó ábrám az a szakképzés. Nagyon rövid összefoglalója. Azt hiszem, hogy a kormányzati alrendszer átalakítások közül talán ezen a területen vagyunk leginkább előre. Itt legalábbis össze van rakva a rendszer, szeptember 1-től kerek és működik. És még mindig óriási a közegellenállás. Még mindig nagyon-nagyon sok helyről, párt szimpátiától függetlenül szeretném hangsúlyozni, kapjuk azt az ellenállást, azt az ellenérvelést, hogy ez így nem jó, ez így nincs helyes, nincs helyén. Pedig azt gondolom, hogy így van. Hiszen ha ez tőlünk nyugatra jól működik, akkor Magyarországon is jól kell működjön. És ilyen értelemben az, hogy bevezettük a duális szakképzést, munkatevékenységbe ágyaztuk a képzést, az egy helyes irány. Felléptünk a lemorzsolódás ellen, ez már mérhető statisztikailag. 8 osztályra épülő 3 éves szakmunkás képzés alakult ki, ami egy világos pályamodell. Erősítettük a gyakorlati képzést, 1/3 benne a közismeret oktatása, és 2/3 a szakmai ismeretnek az oktatása. És mi azt gondoljuk, hogy akkor adunk igazán életesélyt egy asztalos tanulónak, ha megtanulja az asztalos szakmát. Ez a dolognak a lényege. Átalakítottuk az OK-ét, ott nagyon komoly átalakítások történtek, 1303 szakképesítési kimenetből 632 lett, sokkal áttekinthetőbb a rendszer, tetszik látni, lefeleztük. Munkaerőpiaci igényekhez illesztettük a normatív finanszírozást. Ezt azt gondolom a felsőoktatásban is érdemes megfontolni összefüggését tekintve, hiszen itt azt mondtuk, hogy azokban a szakmákban, amikre nagy a munkaerőpiaci igény, magasabb a kvóta, amire átlagos, ott egy átlagos, amire pedig egyáltalán nincs, ott az egyéni hozzájárulásnak a mértékét tessék megemelni. Jelentős sikereket értünk el a nemzetközi versenyeken, és 2 nagyon fontos összefüggés, és ezzel zárom a mondandómat. A válság ellenére javult a saját szakmájukban elhelyezkedőknek a száma 2010-ben és 2011-ben is, és javult összességében a szakmunkás végzettséggel elhelyezkedők száma. Nem feltétlenül a saját szakmákban, elmentek vállalkozónak, vagy valami más csinálnak, de nőtt ebben a körben a foglalkoztatás. És én azt gondolom, hogy ha sikermércét keresünk ma, akkor ha azt a mércét be tudjuk jelenteni, hogy tudtunk növelni foglalkoztatást egy olyan társadalmi csoportban, ahol egyébként ez az átlagnál mindig alacsonyabb, akkor az egy nagyon fontos összefüggés. Én remélem, hogy a vitát sikerült ezzel felpörgetnem, úgyhogy miniszterelnök úr, a szó. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, jó napot kívánok mindenkinek! A 6. alkalommal vehetek részt egy ilyen típusú évadnyitón. Mindig örömmel jövök. Szívesen beszélek arról, hogy mit várhatunk ettől az esztendőtől, és szívesen hallgatom önöket is arról, hogy önök szerint mit fog hozni az előttünk álló esztendő. Konzultációs fórumnak tekintjük ezt az alkalmat. Örülünk, hogy a viták általában tényszerűek. Szeretünk olyan helyen megfordulni, ahol mindenki pontosan tudja, hogy mit jelent kormánypártinak meg ellenzékének lenni. A politikában van ellenzék, de mégsem lehetünk a saját magunk ellenzéke a mindennapi életben. Nem lehetünk saját magunk ellenzéke a gazdaságban, a tudományos életben és így tovább. Tehát mindennek megvan a maga helye. És örülök, hogy ez egy olyan hely, ahol nem politikai koncepciókról, hanem inkább tényekről lehet beszélni, ezért köszönetet is mondok az elnök úrnak. Szoktam készülni, most is így áll a helyzet, van is egy csinos kis kerek előadásom, azonban itt olyan dolgok hangoztak el az előbb az elnök úrtól, hogy talán helyesebb lenne, ha azokra reagálnék először, ezzel persze szét is lövöm a saját előadásomat, kilúgatom, mint egy sajtot, majd meglátjuk, mi marad abból, de én majd kérnélek, László, ha megengedett, hogy időnként egy-egy, amit a slide-nak nevezel, szóval ilyen képet légy, hogy kedves, és hozz vissza, hogy kapcsolódhassak hozzá.
és aztán utána, ha marad még valami hús a csonton, akkor azt is lemetszem onnan. Kezdjük a hitelezésről szóló szlájddal, mert ez egy... Csak a technikai személyzetnek vissza kéne tennie akkor az előadást. Ez egy olyan ügy, amely mindannyiunkat érint. Ugye először is láttuk azt a mutatót, vagy grafikont, amely a hitelállomány szűküléséről szólt. Ezzel kapcsolatban van egy-két tanulság, ami mellett nem szabad elmennünk szó nélkül. Az első, hogy Magyarországon egy hitelbuborék épült föl, fontos, hogy ennek tudatában legyünk. Tehát ha megnézzük, hogy a hitel és a betét arány az hogyan alakult Magyarországon és a többi közép-európai országban, akkor azt fogjuk látni, ezt hosszú időn keresztül egyébként erénynek gondoltuk, talán az is, ezt a bankárok jobban meg tudják ítélni, mint én, de az történt, hogy a hitel-betét arány a legnagyobb mértékben Magyarországon távolodott el egymástól, ami ha egy bizonyos határon túlszalad, akkor hitelbuborékká válik, és amikor nehezebb gazdasági időszak jön, akkor össze is szűkül. Na most, ha ezt összekötjük azzal a jelenséggel, hogy Magyarországon a bankrendszer tekintélyes része külföldiek kezében van, és beüt egy baj a bankrendszeren belül, mint ahogy a gazdasági válság lényegében pénzügyi válsággal kezdődött, akkor abban a pillanatban a külföldi bankok a külföldön meglévő hitelállomány szűkítésével kezdik orvosolni a problémáikat, és minél nagyobb a buborék, annál drasztikusabban és fájdalmasabban húzódik össze ez az állomány, és záródik el az adott ország vállalkozói közönsége a hitelfölvétel lehetőségétől. Ez történt Magyarországon. Ebből a dologból egyetlen tanulság adódik az én számomra, nem egészséges dolog, hogy a magyar bankrendszernek ilyen mértékben külföldiek a tulajdonosai. Mert egy ilyen válsághelyzetben ennek azonnal megisszuk a levét. Tehát törekedni kell arra, természetesen tiszteletben tartva a nemzetközi egyezményeket, az ide vonatkozó gazdasági normákat, de törekedni kell arra, hogy a magyar bankrendszeren belül a magyar tulajdonban lévő arány az növekedjen. A kormánynak van egy irányszáma erre nézve, mi azt szeretnénk, hogyha legalább 50%-a a magyar bankrendszernek az magyar kézben lenne. Itt az előbb hallhattuk a elnök úrtól a takarékszövetkezetek ügyének megemlítését. Működik egy kormánybiztos mellettem, Vojnics úr, akinek az a dolga, hogy a takarékszövetkezeti világra vonatkozó átalakítási terveket, javaslatokat a kormány számára összegezze. A takarékbankban, mint tudják, a magyar állam tulajdonrészt vásárolt. Megpróbáljuk valahogy a takarékszövetkezeti rendszert a benne lévők egyetértésével és támogatásával egy országos finanszírozásra alkalmas, működőképes rendszerré szervezni. Ez a munka megkezdődött. Bizonyára látják, hogy a posta környékén is változások vannak. Vannak tehát az államnak a kezében olyan intézmények, amelyek pénzforgalommal és hasonló kérdésekkel foglalkoznak. Dolgozunk azon, hogy hogyan tudjuk őket úgy összeszerkeszteni, hogy az egészből a magyar gazdaság finanszírozása könnyebbé váljon. Ha megengedi az elnök úr, van itt még egy dolog, amit szeretnék szóba hozni a hitelezés tekintetében. Tudják, hogy nem vagyok közgazdász. Jogászként szereztem diplomát, ami nem zárja ki, hogy az ember megértse a gazdasági összefüggések legalapvetőbb kérdéseit. És régóta figyelem azt a vitát, ami arról szól, hogy a bankárok azt állítják, hogy van hitel, projekt nincs. És hallgatom a vállalkozókat, akik azt mondják, hogy dehogy nem, életképes projektek vannak, csak hitel nincs. Ez egy ördögi kör. És jól elbeszélgetnek így a felek egymással, csak nem világos, hogy hogy fogunk kikeveredni ebből a terméketlen állapotból. És azt gondolom, hogy ezt a vitát nem lehet elméleti síkon eldönteni. Ebből pedig az következik, hogy a mostani körülmények mellett, amikor ha valaki betéved egy bankba, és kis- és középvállalkozóként hitelt szeretne fölvenni, most a hitelfelvétel, fedezet és egyéb nehézségeiről nem akarok beszélni, csak a kamatszintről beszélek. És ha jól látom, akkor 8-10%-nál olcsóbban nehezen jut majd hitelhez, ugye? Nem tévedek nagyot, ha ezt a számot mondom. És ránézek a magyar gazdaságra, akkor a felelősségem teljes tudatában mondom azt önöknek, hogy alig van ma a magyar gazdaságban olyan gazdasági tevékenység, ami a törvények betartása mellett képes egyébként olyan nyereséggel működni, hogy egy 8-10%-os hitelt tudjon folyamatosan törleszteni. Ezért kulcskérdés, anélkül, hogy bele akarnék avatkozni a jegybank dolgában, kulcskérdés, hogy a kamatszint Magyarországon alacsonyabb legyen,
hogy valamilyen eszközzel sikerüljön a kormányzati gazdaságpolitikának, a kamarának, a jegybanknak, egyáltalán mindenkinek, aki gazdasággal foglalkozik, egy olyan programot a vállalkozók elé tárni, amely jóval, tehát nem kicsit, hanem jóval a 8-10%-os kamatszint alatt tesz elérhetővé általános vállalkozói hiteleket, hogy kiderüljön, hogy végül is akkor most vannak-e versenyképes projektjei a vállalkozóknak, csak hitelhiányában nem tudnak megindulni, vagy valóban nem a bankrendszerben van a baj, hanem a mi fejünkben, illetve hát az önökében, ha szabad így fogalmaznom, mert nem tudnak megalkotni olyan projekteket, amelyeket egyébként nagyon olcsó hitellel működőképessé lehetne tenni. Ezt a vitát sürgősen a gyakorlatban kell lezárnunk. Én sürgetem a gazdasági élet minden szereplőjét, beleértve a kormányzati tényezőket is, hogy minél hamarabb kerüljön sor ilyen hitelprogram meghirdetésére, hogy láthassuk, hogy akkor mind kell javítani, a finanszírozás kérdésén kell javítani, vagy inkább a magyar gazdaság mondjuk úgy, hogy profitábilis projektemelő képességét kell fejlesztenünk. Ez két különböző feladat, nem keverhetők össze, és ha egymásra mutogatunk, abból nem lesz gazdasági növekedés. A következő kérdésemvel szeretnék foglalkozni, az a elnök úr által említett német és magyar válság után vagy válság közben mutatott gazdasági teljesítmény közötti különbség. Van itt két-három dolog, amire rá kell mutatnunk. Az első dolog az az, hogy nagy a válságban bemutatott teherbíró képesség és a válságból való kilábalás képessége nagy mértékben múlik azon, hogy mikor kezdtek el fölkészülni a válságra. A Németországban 2004-ben, tehát 4 évvel a válság előtt fogadták el azt a gazdaság korszerűsítési csomagot, ennek harc 4-3 van mindenfajta kódjele, még a Schröder-féle kormányzat alatt, amelynek hatására a német szociáldemokrata pártból több százezren kiléptek. Képzeljék el ezt Magyarországon. Mert annyira átalakította a korábbi munkatörvénykönyvet, foglalkoztatási rendszereket, annyira rugalmassá tette a magyar gazdaságot, vagy bocsánat, a német gazdaságot, hogy mikor 2008-ban eljött a válság, ugyan megszenvedték a németek, de már végrehajtották azokat az átalakításokat, amiket mások a válsággal egy időben próbálnak végrehajtani. Ez az oka annak, a grafikonnak, amit látunk, hogy a németek gyorsan, lokomotívszerűen húzzák ki magukat a válságból, a többiek beleragadnak, itt csak Magyarország került a képernyőre, de a többi ország sincs ebből a szempontból jobb helyzetben. Mi, mint ahogy itt hallhattam az előadásban, vagy hallhattuk az előadásban, még 2008-ban is azt mondta a hivatalban lévő kormányzat, egyébként az általam elmondott figyelmeztetésre válaszképpen a parlamentben, hogy nem kell megijedni, mert nincs olyan világgazdasági átalakulás, különösképpen nincs olyan rövid távon fenyegető válság, amire választ kellene adni az akkori gazdaságpolitikán. Ez volt 2008-ban. Németországban már 4 éve megcsinálták a válságot kezelni képes, vagy az országot a válság kezelésére alkalmassá alakító reformcsomagokat. Mi 2008-ban sem kezdtünk hozzá. Itt fontos, hogy emlékezzenek arra, mert az emberi emlékezet rövid, ezért elnézést, de időnként közismert tényeket kell megismételnem, hogy 2010-ben Magyarország pénzügyi helyzetét tekintve rosszabb állapotban volt, mint Görögország. Tehát 2010-ben, amikor én miniszterelnökként először mentem újra Brüsszelbe, akkor ott Magyarországot, mint az összeomlásra jelölt országot, Görögország előtt. A kockázatos adósok listáján is Görögország előtt jegyezték. Innen indultunk, csak ma már tekintettel arra, hogy jól állunk a lábunkon a görögökhöz képest, ma már erről hajlamosak vagyunk elfeledkezni. Van itt még egy dolog, amit német-magyar összefüggésben, elnök úr, meg kell említenem. Figyeltem azt, hogy kulturálisan hogyan reagálnak Európa különböző országai a gazdasági válságra. Ez nagyon tanulságos dolog. Ez nem témája a mai előadásnak, de ha már szóba hoztad, akkor engedd meg, hogy ezt itt megosszam önökkel. És nem a kormányok hogyan reagáltak, mert erről már beszéltem, hogy a németek előre gondolkodtak, hanem a háztartások hogyan reagáltak, meg a kisvállalkozások. A német magatartás tipikusan az volt, hogy a kis- és középvállalkozások és a háztartások a kormány figyelmeztetésére, hogy recessziós időszak következik, leültek és áttervezték a költségeiket,
kiadásaikat és bevételeiket. Más országok, amelyeknek a nevét most nem említem meg, de közéjük sorolom Magyarországot is, azok folyamatosan azon dolgoztak, hogy kis törvénysértéssel, kis csalással, kis ügyeskedéssel hogyan tudják megvédeni azt a szintet, amit már korábban elértek. Mind a két magatartásnak van előnye és hátránya. Az biztos, hogy a német magatartás sokkal rendezettebb gazdaságpolitikát tesz lehetővé. A latinos, hogy így fogalmazzak, amihez most magunkat is így sorolom, az még nem világos, hogy vajon milyen válságkezelő erőt mutat föl, de kétség kívül előnye van annak is, hogyha egy népesség köröm szakadtáig küzd azért, hogy megvédjen egy életszínvonalat, amit már elért, hogyha ez mondjuk többletteljesítményben ölt testet és nem adócsalásban, akkor az külön jó. Tehát, és azt gondolom, hogy Magyarországon van ilyen típusú tartalékunk is. Ennyit a német-magyar ügyek különbözőségéről. 5000 alatti települések problémája, említette az elnök úr. Ha jól értettem, amit mondott, arra célzott, hogy az Európai Uniós forrásokból az 5000 léleknél kevesebbet számláló településekhez kevés, vagy alig jutott el valami. Ennek az az oka, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy ezek a települések a bevételeikhez képest rendkívüli mértékben eladósodtak. És önerő nélkül nem megy. Ráadásul előfinanszírozás van. És minél inkább eladósodott egy önkormányzat, annál kevésbé tud részt venni az Európai Uniós programokba. Ezért nagyon sok kis település nem volt abban a helyzetben, még ha kormányzati szándék lett volna is, talán volt is, hogy Európai Uniós programokban tudjon részt venni. Ezért tartottam fontosnak azt, hogy amikor az önkormányzatok adósságkonszolidációját végrehajtottuk, akkor előre vettük az 5000-nél kisebb településeket, úgy, ahogy volt, mindenestől kiváltottuk őket az adósságból, ez került 75-80 milliárd forintjába az országnak, a nagyvárosokat hátrább soroltuk több lépésben, és részlegesen váltottuk ki őket az adósságból. Tehát azt tudom mondani, mire indul az új európai 7 éves költségvetési időszak, 2014. január 1, az 5000-nél kisebb települések ismét hitelképesek. Meg vannak szabadítva az adósságaiktól, több esélyünk van arra, nem mondom, hogy ezzel megoldottuk a problémát, de több esélyünk van arra, hogy Európai Uniós forrásokat kis településekre is el tudjunk juttatni. A következő ügy a elnök úr ajánlata, hogy hogy a magyar Kereskedelmi és Iparkamara területi, megyei szervei szívesen vennének részt a következő 7 éves időszak területfejlesztési koncepciójának kidolgozásában, esetenként előolvasásában, hogyha jól értettem. Most ha megnézzük, hogy mi történt a megyékkel az elmúlt 3 évben, akkor azt fogjuk látni, hogy egy átgondolt politikai koncepció keretében a megyéket megszabadítottuk az intézmény fönntartó kötelezettségektől. Ez politika értelemben nem olyan könnyű, mint ahogy most itt én elmondtam, mert ők nem élték megszabadításnak, meg nem megszabadításnak élték meg ezt a mozdulatot, mert arról volt szó, hogy ezentúl bizonyos intézményeket nem ők működtetnek, az igaz, hogy nem nekik kell finanszírozni, viszont nem is ők nevezik ki a vezetőket, nem ők döntenek az állásokra, és sorolhatnám tovább mindazt, ami ez együtt jár egy ilyen megszabadulással. De a lényeg, hogy a megyei közgyűléseknek nincs többi intézmény fönntartó szerepük. És ebben a koncepcióban, amiről most beszélek, az volt a kiinduló pont, hogy a megyéknek az értelmes feladata a megyei területfejlesztési koncepció kidolgozása és az azok végrehajtásában való közreműködés. Hogy a rendelkezésre álló források ne egy budapesti íróasztal mellől elgondolt rendben terüljenek szét, hanem a helyben, a megyei közgyűlésekben választások útján oda került emberek, tehát nagy valószínűség a megyét lefedni képes képviselői testületek döntése alapján jöjjenek létre a megyei területfejlesztési koncepciók és azok végrehajtása is. Ehhez most közel jutottunk, az erre vonatkozó szabályok már talán részben elfogadásra kerültek, részben elénk kerülnek, és Cséfalvai államtitkár úr, aki a következő 7 éves fejlesztési program intézményrendszerén dolgozik, már megalkotta annak a rendjét, hogy hogyan tudnak részt venni a megyei közgyűlések ezekben a döntésekben, illetve hogyan lesznek ők az ügydöntők ebben a kérdésben. Itt tehát van lehetőség, elnök úr, kérem arra, hogy a kamarák itt valahogy törvényileg is szabályozott módon részt tudjanak venni ebben a döntéshozatali rendszerben. Energiaárak kérdése. Én tudom, hogy önök az energiaárakról szóló politikai küzdelemből ma leginkább azt látják, ahogy a lakosság úgymond rezsiköltségének csökkentéséért küzd a kormány. Erre most itt nem akarok beszélni, máshol már több alkalommal ezt megtehettem. Azonban
hogy erről hallanak elsősorban nem jelenti azt, hogy ne foglalkoznánk azzal a kérdéssel, hogy mi van a versenyszektor energiaellátásával. És a legutolsó tanulmányok, amelyeket még Matolcsi miniszter úr jegybank elnökké történő szárnyalása előtt, mint miniszter készített a számomra, abban az olvasható, hogy a következő 10 évben az európai versenyképesség egyik fontos eleme lesz, hogy az adott ország területén működő vállalkozások milyen körülmények között és milyen áron jutnak majd energiához. Ezért nekünk törődnünk kell a versenyszektorral is. Amit én csinálok most, illetve a kormányzat az én utasításomra tesz az energiaszektorban történő tulajdonszerzés és befolyásszerzés tekintetében, már tekintettel van erre a gondolatra. Csak most a rezsiköltséget kell elrendezni, aztán majd, ha ezen túl vagyunk, és még mindannyian élünk, leginkább én, abban az esetben lehetőség nyílik arra, hogy ráforduljunk arra a kérdésre, hogy akkor hogyan is állunk az energiapiac, energiaipar, magyar vállalkozások versenyképességének tekintetében. Az-e a jó az országnak, ha versenyképes elektromos ipari szektora van, versenyképes energiaszektora van, vagy az a jó egy országnak, hogyha nem az energiaszektor versenyképes, hanem a vállalkozások versenyképesek, akiknek energiát szolgáltat az energiaipar. Ez egy nagy kérdés, most nem akarom megnyitni, mert így is elég fronton állok harcban, de előbb-utóbb ezt a kérdést örömmel, különösen kapok egy kis támogatást a kamarától, szívesen nyitjuk meg. Most gyűjtjük azokat az állami eszközöket, amely lehetővé teszi majd azt, hogy versenyképességi szemüvegen keresztül nézzünk rá a teljes magyar energiaszektorra. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Hatodik kérdés, amit említett az elnök úr, devizahitelek és kisvállalkozások összefüggése. A devizahitelekről is elég sokat beszéltünk már. Sosem rejtettem önök előtt véka alá azt a meggyőződésemet, hogy a devizahitelek kérdése a szuverenitás kérdés is. Persze életszínvonal kérdés, persze családok lakhatásának kérdése, persze vállalkozások csődbe menetele vagy talpon maradása, de az én fejemben a devizahitel alapvetően szuverenitás kérdés. Mert ha egy bizonyos mértéken fölül áll a devizaadósságunk, legyen szó az államról, az önkormányzatokról vagy a vállalkozásokról, az azt jelenti, hogy hiába van saját valutánk, ami az eurózónához képest egy előny ebben a mostani pillanatban. A saját valutával való rendelkezés előnyeit nem tudjuk kihasználni a magyar gazdaság számára, mert a devizahitelesek miatt egy árfolyam politika rabjai vagyunk. Ebből ki kell szabadulni. Ebből egy módon lehet kiszabadulni, ha kiszabadítjuk magunkat a devizahitelezésből. Bizonyára figyelik, hogy az államadósságnál is arra törekszünk, hogy a devizában lejáró államadósságokat forintban újítsuk meg, vagyis a lakosságtól vonjunk be forrásokat, és így a teljes adósságon belül próbáljuk javítani, vagy a helyzet romlását legalábbis megakadályozni belföldi-külföldi hitelforrás szempontjából. Ugye ezt tettük a családokkal is, mert a legégetőbb probléma az nem a fogyasztási hiteleknél van, hanem a lakáshiteleknél, mert ott mégiscsak a fedélről beszélünk, az embernek elviszik sok család esetében egyetlen vagyontárgyát jelentő ingatlanját a feje fölül, ezt nem lehet megengedni. A fogyasztási hitelekkel nem is nagyon tudunk foglalkozni, azt gondolom, hogy ott az állami szerepvállalás erkölcsileg sokkal sikamlósabb kérdés, sem hogy ígéreteket tudjunk tenni. Ellenben foglalkoznunk kell a kisvállalkozások devizahiteleivel. És ez idáig fiskális, tehát kormányzati költségvetési eszközökkel semmit sem tudtunk tenni a kisvállalkozások devizahiteleinek konvertálása, átalakítása ügyében. Ez baj. De az igazság az, hogy nem volt több pénz a költségvetésben, mint hogy ezt a végtörlesztési és egyéb árfolyamgátas konstrukciókkal a családokra költsük. De kell találnunk, méghozzá ebben a fél évben kell találnunk a gazdasági élet más szereplőivel közösen olyan pénzügyi programokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a kis- és középvállalkozások számukra elfogadható, talán vonzó föltételek mellett át tudják váltani a korábbi devizahiteleiket forinthitelekre. Ezeknek a programoknak meg kell indulniuk még ebben a fél évben, ezzel az egyik megbízással fogadta el a hivatalát Varga Mihály miniszter úr, hogy elvárásom, hogy ebben a fél évben ilyen programok legyenek. A hetedik dolog, amiről szót ejtettünk, az a felnőtt képzés kérdése. Ott én beérem azzal a mondattal, amit az elnök úrtól hallottunk, még sok vita van ott, kérem. A felnőtt képzés, sose gondoltam volna, hogy ekkora üzlet,
most ezt kitanulom szép lassan. Eddig azt hittem, hogy a felnőtt képzés arról szól, hogy milyen képességeket kapnak a felnőtt korban lévő emberek a korábban már iskoláskorukban megszerzett képességeik mellé. És úgy látom, hogy nem sok embert izgat ez a kérdés rajtam kívül. Nagyon sok embert az érdekel, hogy ki szervezi a felsőoktatást, ki fizeti, hogyan fizeti, és így tovább. Ez nem helyes. Mert a felsőoktatás nem a, vagy bocsánat, a felnőtt képzés nem a felnőtt képzés szervező cégekről szól, hanem a felnőtt emberekről, akiket csak akkor tudunk munkához juttatni, ha a felnőtt képzés jól működik. Tehát ezzel az erkölcsi felelősséggel kell nekünk viszonyulni ez a kérdéshez, és ennek logikája mentén fogom végigvinni azt a harcot, hogy a felnőtt képzést a bürokratikus megközelítésből áttereljem a gazdasági megközelítés irányába, és itt számítok a kamarának a nagyon jelentős szerepvállalására. Ugyanez vonatkozik a szakképzésre is, itt szeretnék köszönetet mondani a kamarának. Mert itt nagyon súlyos küzdelmeket kellett vívnom, nem árulok el titkot, ha azt mondom, hogy nem csak az ellenzékkel, hanem a saját pártomon belül is. Hogy milyen is legyen a szakképzés. És a szakképzés hány éves legyen, és azon belül a gyakorlati és a közismereti képzés milyen arányban álljon egymással. És itt függetlenül pártoktól a magyar közgondolkodásnak két különböző karaktere mutatkozott meg nagyon határozottan, és ütközött meg egymással. Mind a kettőnek megvannak a maga értékei, nem kívánok én különbséget tenni, de a szakképzés szempontjából azért mégsem mindegy, hogy egy bölcsész típusú megközelítéssel, vagy egy mérnök típusú megközelítéssel állunk szembe. Most nem arról beszélek, hogy mire képezzük őket, hanem hogy hogyan gondolkodjunk az emberről. Az emberről hogyan gondolkodunk. Ezek a szakképzésről szóló vitának a hátterében antropológiai, ha úgy tetszik, kulturális, az ember természetéről zajló viták voltak. Meddig kell az embernek az iskolapadban ülni? És azok az emberek, akik nem alkotó értelmiségiként, tehát bölcsész típusú lényekként fogják leírni az életüket, hanem meg kell élniük a kétkezük munkájából. Őnekik meddig kell tanulniuk? És mit kell tanulniuk? És mikor kell találkozniuk a gyakorlattal? És miért nem reagálunk arra a dologra, hogyha az első két évben az általános iskola után a szakképzésnél nem fognak valamit a kezükben, a harmadik évben már derogál nekik kézbe fogni? Mert nem a kezükkel dolgoznak. Ezek emberfölfogásbeli különbségek, nem pedig pártkülönbségek. És ebben a csatában nekem nagyon nagy segítségemre volt a kamara, aki az életszerű, mérnökszerű gondolkodásmódot hozta, és azt mondta, hogy vannak az életnek kemény, lehet, hogy nem tetszik, de kemény létező tényei, és ezeket nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogyha a saját gyerekeink képzéséről gondoskodunk. És akinek, aki szakmából fog megélni, meg a kezéből fog megélni, annak kellő időben meg kell mondani, hogy fiam, a kezedből fogsz megélni. A szakmádból fogsz megélni, és mi segítünk neked, hogy abból jól élhessél meg. És kár azt az illúziót kelteni benne, hogy nem a kezéből fog megélni, hanem valami ködös, jóisten tudja, milyen képzésen szerzett, papírra hivatkozva kér majd fizetést magának, amit persze senki nem fog neki odaadni. Csak ott fogunk állni, átvertük a szülőket, átvertük a gyereket, és persze átvertük saját magunkat. Ezt nem lehet csinálni. Tehát a szakképzés átalakítása ebből a szempontból döntő kérdés volt, becsületbeli ügynek is mondhatnám, és nem akarok politikai kérdést csinálni belőle, ezért odáig is elmerészkedek, hogy én nem gondolom, hogy a kommunista rendszernek, a szakmunkásképző intézeteinek a hagyományaiból ne kellene meríteni, amikor egyébként újraépítjük a magyar szakképzésrendszert. Mert volt nekünk valamikor a német duális képzésre valamelyest hasonló vagy hasonlító rendes szakmunkásképző intézményrendszerünk, ami nem állítom, hogy hibátlan volt, de valamikor értettük azt a problémát, hogy a gyerekeinket kellő időben a gyakorlattal meg kell ismertetni, és össze kell vele hozni. Ezt a tudásunk még megvan, a kamarának köszönöm, hogy segített felszínre hozni. Felsőoktatás kérdése. Miután egy forró krumpli, most ezt itt nem nagyon markolásznám, ha megengedik, de miután szóba hozta az elnök úr, azt sem tehetem meg, hogy nem utalok rá. Itt bonyolult, izgalmas és fontos kérdésekről van szó. Egy dolog azonban szerintem mindenki számára világos. Annak a rendszernek sok értelme nincs, hogy a gyerekeink, vagy a fiataljaink kikerülnek az egyetemekről és a főiskoláról, és 25%-uk olyan munkakörben helyezkedik el, amihez nem kell egyébként felsőfokú végzettség. Hát kinek jó ez? Az sem egy okos dolog, hogy mintegy nagyjából ugyanekkor arányt tesznek ki becslések alapján, az elnök úr jól mondta, hogy nincs pályakövetési rendszerünk, de a becslések alapján kb. 25%-ot tesznek ki azok a fiatalok, akik ugyan diplomás végzettséget igénylő állásban helyezkednek el, de nem azt tanulták az egyetemen, mint ahol elhelyezkedtek. Nyilván nem lehet nullára és teljes hatékonyságra törekedni, mert a rendszerben valamilyen rugalmasságnak maradni kell, pufferek kellenek benne, de az arányok talán túlságosan nagyok.
Ezen mindenképpen gondolkodni kell. Na most természetesen a felsőoktatás ügyében, mint egy elosztási rendszer, az állam teszi bele a pénzt, folyamatosan forrásharcok is zajlanak. És miután most egy ilyen tényszerű összejövetelen vagyunk, én a számokról is mondok egy gondolatot, természetesen a pénz sosem elég. Akkora összeget, amihez még egyet ne lehetne hozzáadni, még sose láttam. És akkora összeget, ami ne lehetne egy forinttal többet kérni, még sose láttam. És minden elosztási rendszernek az a logikája, hogy be akarják bizonyítani, hiszen úgy kapják a pénzt, hogy nekik legalább egy forinttal még többre van szükségük. Mindegy, hogy egészségügyről beszélünk, sportról beszélünk, kultúráról beszélünk, vagy felsőoktatásról. Ez a dolgok természete. Ez eddig rendben is volna. De fontos szám azt is tudni, fontos szám, amit ismernünk kell, hogy azért ebben az évben mintegy 50 milliárd forinttal többet fogunk költeni felsőoktatásra, mint korábban. Az igaz, hogy nem pont úgy költjük el, hogy egyébként az azt működtetők szeretnék, mert nem működésre adjuk. Mert hogy működésre mennyi kell, azt még először meg kell beszélnünk, hogy lássuk azt a struktúrát, amit érdemes működtetni. De ettől van még néhány dolog, amit a vitáktól függetlenül elintézünk. Például kiváltjuk az egyetemeket az adósságaikból. Az ugyan a diákok és a tanárok szempontjából nem tűnik hasznos pénznek, mert nem a működést, nem a státuszt, nem a fizetést érinti. No, de önök, akik vállalkozóként itt ülnek, pontosan tudják, hogy ennek van jelentősége. Ki kell váltani az egyetemeket az adósságból. A rossz PPP konstrukciókat meg kell szüntetni. Azok, remélem, itt nincs senki, aki érintetlen a másik oldalon, azok olyan gyalázatos konstrukciók, hogy ott minden profit a magánzsebben van, és minden költség és minden veszteség meg a köznél, vagyis az államnál jelentkezik. Fönntarthatatlan konstrukciók. Ezeket is meg kell szüntetnünk. Fut körülbelül 200 milliárd forintnyi fejlesztési programja az egyetemeknek Európai Uniós forrásokból, amit nem tudnak lehívni, mert nincsen önerejük. Ezt megint odaadjuk. Most ezeket a vitákban, a politikai vitákban úgy tekintenek a vitatkozó felek, mintha ezek nem lennének fontosak. Holott egyébként az 50 milliárd forint nélkül gyakorlatilag fönntarthatatlan az egész rendszer. És összességében 50 milliárd forinttal többet fogunk ebben az évben költeni felsőoktatásra, mint korábban. 9-es dolog, adórendszert is érintette az elnök úr. Röviden szeretném a magyar kormánynak azt a meggyőződését megerősíteni, bár nagyon sok vita volt erről, hogy a jövő útja szerintünk arra van az adórendszerek tekintetében, hogy a munkát a lehető legkevésbé kell büntetni. Az adózás, hiába magyarázzuk el bölcsész módon, hogy az jó dolog, olyan emberrel, aki úgy ezzel konkrétan is egyetértett volna, még nem találkoztam. Úgy általában persze igen, hogy az adózás egy fontos dolog, de hogy konkrétan neki kell fizetnie, ott hirtelen megváltozik az ember vélemény. Ez normális dolog, mert akárhogy is csűrjük, csavarjuk, az adózás mégiscsak azt jelenti, hogy általam megtermelt jövedelemnek egy részét elveszik tőlem. És reménykedhetem 4 évente legalább egyszer, hogy olyanokat választok meg, akik majd jó fogják elkölteni. A tapasztalatok megoszlanak, minimum színesek e tekintetben, hogy ez hogy szokott nekünk sikerülni kiválasztani azokat, akik majd felelősség teljesen elköltik ezt a pénzt. Tehát ezért a munkát terhelő adókat tovább kell csökkenteni. Most van egy 16%-os családi alapozású adónk, én azt gondolom, hogy ha lesz gazdasági növekedés, annak egy részét adócsökkentésre kell fordítani. Nem tudjuk rávenni az embereket arra, hogy munkából éljenek meg, ahelyett, hogy segélyért állnának sorba, hogyha azt tapasztalják, hogy minél többet keresnek, annál többet adóznak. A munkát jutalmazni kell, és nem büntetni. Ugyanakkor az is igaz, hogy persze működtetni kell a közbiztonságot, a közigazgatást, a rendőrséget, az egészségügyet, és tehát bevétel kell. Tehát a mi filozófiánk az az, hogy az embereket a munka felé szeretnénk irányítani, tehát a jövedelemadót és a vállalkozási nyereségadókat csökkenteni akarjuk, miközben a fogyasztási típusú és forgalmi adókat meg növelni akarjuk, illetve magas szinten tartjuk, az egyik legmagasabb szinten egyébként Európában. Ez szerintünk egy jó struktúra, vitatható természetesen, de jó rendszer, ezt kéne erősíteni, ezt kellene fönntartani. Szociálisan is igazságos, mert munkát terhelő adókat sosem szabad összekeverni szociális szempontokkal. Jövedelemadót összekeverni szociális szempontokkal az azt jelenti, hogy az egész adórendszer elmárgásodik, vagy elnedvesedik, hogy szétcsúszik az ember kezében, nem kezelhető, nem értelmezhető. Mindig vannak csoportok, akik kivételeket akarnak, és a végén, és igazuk is van, mert nehezebb helyzetben van, szétcsúszik az egész rendszer. Ennél sokkal jobban járunk, hogyha szociálisan tagoltá tesszük a forgalmi és fogyasztási adórendszerünket, és kétség kívül ne hiányzik egy áfa kulcsunk,
hiányzik egy 35%-os áfakulcs, ami a legprimérebben luxus termékeket sújtaná. Ez hiányzik. De az adórendszer európai szabályai miatt egyelőre még ezt nem tudtuk bevezetni, bár én kezdeményeztem az Európai Unión belül, hogy tegyék lehetővé, hogy még egy kulcsot be tudjunk vezetni, és a leginkább luxus kategóriába sorolható termékeknél igenis legyen a 27% fölött egy 35%-os kulcs is. Akkor szerintem a társadalmi igazságosság az adó, az áfa rendszerünkben nagyjából megvan az 5, 18, 27 és 35%-os kulcsa. Ennyit az adórendszerről. Adminisztráció. Sajnos hiába is szeretnék vitatkozni az elnök úrral, nem tudok. Ugyanis az adminisztráció vagy a bürokrácia leépítésének üteme Magyarországon bár figyelemre méltó, de az igényekhez képest lassú. Most itt nem fogok számokat mondani önöknek, mert nem az a dolgom, hogy a mundér becsületét védjem. El tudnám mondani, hogy hány intézkedéssel összesen hány embert tereltünk át az állami szektorból a magánszektorba. El tudnám mondani, hogy csak most, hogy az önkormányzatoknál a járások kialakításakor hány ember szabadult fel az önkormányzati hivatalokból, és kell, hogy a magánszektorban találjon munkát. Tehát tudnék mondani számokat, amik arról szólnak, hogy nem tétlenkedtünk e tekintetben sem az elmúlt 3 évben, de ez nem éri el azt a mértéket, amit az elnök úr egyébként joggal kér számon a kormányon. Még mindig sok fölösleges eljárásunk, fölösleges eljáráson dolgozó, fölösleges bürokratánk van. Itt az észszerűsítésnek további nagy tere nyílik előttünk. Készen állunk az elnök úrnak, jelzem, hogy együttműködjünk az adminisztráció leépítésének munkájában. Cséfalvai államtitkár úr folyamatosan nagy csomagokat szokott e tekintetben a kormány elé terjeszteni. Biztatom majd őt, hogy ez legyen szélesebb konzultáció nyugvó. Na, azt gondolom, hogy ezek voltak azok az ügyek, amit az elnök úr hozott szóba, és fontos volt rájuk reagálni. Tehát az a kérdés, hogy a többit van-e értelme, elmondanom, ami még itt maradt előttem. Efelől nekem is vannak kétségeim, de talán van itt néhány gondolat, amit még az előbbieken túl elmondhatok. Miközben persze válság van, szeretném, hogyha valaki egyszer összeadná a fejbe, ez akár a kamara is lehetne, hogy Magyarországon miközben válság van, mennyi fejlesztés fut az egészségügyben, Magyarország valaha volt legnagyobb fejlesztési programja fut az egészségügyben, több száz milliárd forintról beszélünk, a kultúrában, nem tudom, föltűnt-e Erkel színházat nyitunk meg, modern zenei központot adunk át, zeneakadémiát újítottunk föl, nagyon nagy kulturális beruházások zajlanak az országban, sport, csak a TAO rendszeren keresztül 50 milliárd forint plusz forrás, a korábbiakhoz képest plusz forrás ment be a sportba, és a fősoktatásról az előbb beszéltem. Tehát miközben természetesen válság van, és küzdünk a túlélésért, aközben az államrezon nem feledkezett el arról, hogy vannak területek, amelyek a fejlesztése nélkül később sem lehetünk majd versenyképesek. Ez egy fontos fölismerés, tehát nem szeretném, hogyha az a képzet alakulna ki, hogy csak napi túlélésért harcolunk, amikor gazdaságpolitikáról beszélünk, nem így van. Jövőt teremtő beruházásaink, fejlesztéseink, irányaink, sőt azoknak megvalósult eredményei is nap mint nap láthatók. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, összességében nagyjából azt tudom mondani önöknek, hogy az elmúlt 2,5-3 esztendő az egy az ország kormányozhatóságáért folytatott gigászi küzdelemmel telt el. Most banális dolgokat kellene mondanom önöknek, csak drágább az önök ideje annál, hogy ezzel szórakoztassam önöket. De 2010-ben arra az egyszerű kérdésre, hogy tessék mondani, hány orvos dolgozik ma Magyarországon, akit a központi költségvetésen keresztül fizetünk. Erre a kérdésre nem volt válasz. Ezt nem tudta a magyar állam. Hány tanára van? Ezt nem tudta megmondani. Hány olyan embere van, aki nyugdíjas és úgy dolgozik vissza állami szektorok? Ezt nem tudták megmondani. Tehát az a rendszer, amit fölépítettünk 1990-től 2010-ig, és egy decentralizált rendszer volt, az önmaga paródiájává válva olyan abszurd eredményeket hozott, hogy miközben a központi költségvetés áttételeken keresztül finanszírozott rendszereket, akik a rendszer végén voltak, azok még információt sem voltak hajlandóak adni. Most udvariatlan beszélgetéseket nem is akarok fölidézni. Hogy egy-egy megyei vagy középszintű vezető azt mondta, hogy nem is ad adatot, mert mi közünk hozzá. Tehát a magyar állam egész egyszerűen nem volt kormányozható állapotban. Most vagyunk nagyjából abban a helyzetben, hogy azt tudom mondani önnek, hogy hiányzik 6650 ápolónő.
Most tudom azt mondani, hogy hiányzik ennyi tanár. Milyen szakon? Földrajzilag honnan hiányzik? Hát most van az ország abban a helyzetben, amikor elköltjük az önök pénzét, akkor tudok válaszolni arra a kérdésre, vagy hamarosan fogok tudni válaszolni teljes egészében arra a kérdésre, mégis mire költöm az önök pénzét? Hány tanárat, hány orvost, hány ápolónőt, hány rendőrt alkalmazunk ebből a pénzből? Ezek közül hánynak fizetünk kétszer, egyszer nyugdíjat, egyszer pénz, egyszer fizetést, és így tovább, és így tovább. Tudunk válaszolni végre olyan kérdésekre, amik egy adófizető részéről a legelemibb kérdések. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ezek után hagyd szóljak egy szót a növekedésről. Megfigyeltem, hogy még a legindulatosabb ellenfeleink, ide értem a belföldi ellenfeleket, és az ország ellenfeleit is, a külföldieket, sem vitatkoznak azon, hogy 2014-ben lesz-e Magyarországon gazdasági növekedés. Ebben ma teljes egyetértés van, hogy 2014-ben Magyarországon lesz gazdasági növekedés. Érzékelhető növekedés lesz. A vita csak arról zajlik, hogy ez már 2013-ban is így lesz-e, vagy csak 2014-ben. Azért egy jobb helyzet, mint ahol voltunk 3 évvel ezelőtt. Bár hozzáteszem, itt elsikadt, de a számokban láthattuk, vagy a grafikonokon láthattuk, hogy 2011-ben volt növekedés Magyarországon. Mint egy 1,6%-os növekedés, GDP növekedés volt. A 2012-es év különböző okokból, most ezt itt nem taglalom, gyakorlatilag elvitte ezt a növekedést, mert a 2012-es évben egy 1,7%-os nemzeti össztermék csökkenés volt, és ez elvitte az előző évi 1,6%-os növekedést. De fontos tudni, hogy egyszer már képesek voltunk arra válság körülményei közepette is, hogy növekedés legyen a magyar gazdaságban. Ezért én azok közé tartozom ebben a vitában, ami most zajlik, akik azt mondják, hogy már 13-ban lesz növekedés. A gazdasági miniszternek az a dolga, hogy lerángassa a miniszterelnököt a földre, ezt teszi is. A költségvetésben is az van beleírva, hogy 0,7-0,9%-os növekedés lesz. Nagyon csalódott lennék, hogyha ezt a számot nem haladhatnánk meg érzékelhetően, már ebben az évben. Nem 14-ről beszélek, hanem 13-ról. Tehát én azt gondolom, hogy ha jól csináljuk a dolgunkat, akkor már 13-ban lesz gazdasági növekedés, és a miniszter urat majd megkérjük, hogy nyilvánosan ebéli kétségeinek most ne adjon hangot, ha utána megszólal. De én azt gondolom, hogy van néhány olyan tervünk, meg látom a 13-as költségvetés folyamatait, hogy lesz növekedés. Én, ha a számok majd stimmelni fognak, ezt most még nem tudjuk, az első negyedévnek se vagyunk még a végén. Én nem tartom elképzelhetetlennek, hogy július 1-ével, tehát a következő fél év elején, a most januárban megindított munkahelyvédelmi akciótervhez hasonló újabb munkahelyvédelmi akcióterveket tudjunk indítani, amely egyszer segíti a foglalkoztatást, egyszerre csökkenti a terheit a kis- és középvállalkozóknak. Tehát ha a költségvetési számok jól alakulnak, és ezt ne zárjuk ki teljes egészében, akkor újabb ilyen típusú önök által már ismert, szerintem bevált eszközök alkalmazásáról és bővítéséről is szó lehet. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ennyit a növekedésről, a cselekvési szabadságról. Valahogyan, ha az ember visszaemlékszik az iskolai tanulmányaira, akkor a magyar az egy ilyen magabiztos, büszke népként rajzolódik ki az egri csillagokból, a Pál utca. Ezt tudnék mondani mindenfajta hunyadiak, szóval tanulmányainkból hozhatjuk azokat a toposzokat, amelyeket, ha megkérdezik, mégis mit tanultunk az iskolába, akkor az ember úgy hirtelen előránt. És ezek mind egy ilyen komoly országról szólnak, amelyik nagy vészek közepette is áll a lábán, megharcol az igazáért, teszi a dolgát. Amikor ránézek a magyar valóságra, akkor az ország valahogy nem látszik. Akkor azt látom, hogy jaj, nem lesz-e baj ebből, nem lesz-e baj abból, jaj, vajon az IMF nélkül is megállunk-e a lábunkon, jaj, vajon tudjuk-e finanszírozni az országot. Tehát csupa kétségekről szóló országot látok magam előtt. És meg kell mondanom önöknek őszintén, hogy ezzel a mentalitással halálra vagyunk ítélve. Ez így nem fog menni. Tehát az az ország, amelyik nem meri kitűzni maga elé azt, hogy a saját lábán álljon, ideértve tulajdonát, ideértve a munkahelyeit, ideértve a saját maga finanszírozását, kicsit túlterjeszkedek, saját maga biológiai fönntartását, ha nem hisz abban, hogy erre képes, annak a nemzetnek pusztulnia kell. Annak nincsen helye.
az el fog hullani a nemzetközi versenyben. Elhullik biológiai okokból, és elhullik pénzügyi okokból, és versenyképességi okokból. Tehát ezért, amikor a kormányt megalakítottuk, nekem az elsődleges célom az az volt, hogy elhitessem a magyarok, hogy van jövőjük. És nem csak túlélési esélyük van, hanem saját jövőjük van. De ehhez vissza kell szerezni a cselekvési szabadságot. Azt nem lehet csinálni, a politika az arról szól, hogy rendszeresen széttárja a kezét, és azt mondja, hát nem tehetek róla. Tudják azok, Moszkva, Brüsszel, Washington, mindig valaki, de sosem mi. Ez így nem fog menni. Ezért az egész IMF probléma megoldása az sokkal többről szól, mint az IMF-ről, meg az ország finanszírozhatóságáról. Az arról szól, hogy be tudja a kormány, és be tudom-e én személy szerint önöknek bizonyítani, mert mégiscsak önök a magyar gazdaság legvitálisabb szereplői. Tehát a magyar élet, a magyar vállalkozók nélkül nincsen. Be tudom-e önöknek bizonyítani azt, hogy egy beszorított helyzetben is, amiben Magyarország volt, lehet olyan politikát csinálni, mondjuk úgy olyan nemzeti politikát csinálni, hogy a végén akárhány ellenfelünk is van, megtaláljuk a barátainkat, szövetségeket kötünk, és végül saját lábon talpon tudunk maradni. És nézzék meg, az IMF-től, amit kértünk, nem adták meg. Ugye ezt a bankárok flexible credit line-nak mondják, amit mi kértünk. Ez egy rugalmas hitelvonal, vagy hitelkeret, ezt nem adták. És azzal fenyegettek, hogy amit viszont adni akarnak helyette, ami egy hitel, ha azt nem fogadjuk el, akkor össze fogunk omlani. Azért az IMF itt sokkal többről szól annál, mint hogy egyébként kiderült, hogy nem omlunk össze, kiderült, hogy kimegyünk a piacra és fölvesszük, nem 3 évre, mint az IMF kínálja, hanem 5-10 évre a magyar gazdaság működtetéséhez szükséges hiteleket, hogy saját magunk nemzetközi intézmények közbejötte nélkül is el tudjuk intézni, hogy működjön a magyar gazdaság. Persze ez is fontos, de valójában arról szólt ez a történet, hogy hiszünk-e abba, hogy képesek vagyunk megállni a saját lábunkon. A cselekvési szabadság visszanyerése, amit szabadságharcnak mondanak, mert a publicisztika az olyan, hogy a drámai kifejezéseket kedveli, tehát a cselekvési szabadságunkért folytatott küzdelem a legfontosabb küzdelem. Amit nevezhetünk szabadságharcnak is, ha már ilyen romantikus 19. századi nemzet vagyunk, de valójában a pontos megfogalmazás az a cselekvési szabadságért folytatott küzdelem, és arra szükségünk van. Amit az előbb az elnök úr az energiaárakról szóló kis grafikonon mutatott, az ugyanerről szól. Az hogy van már, hogy van egy válság, ami mindenkit megráz, a kormány közvetlenül még a bankokat is, ugye? Egyébként valószínűleg nem rázta volna őket meg, de miután megváltoztattuk a szabályokat, hát őket is elérte. Mégis van egy-két szektor, horribile dicto, éppen a leginkább külföldiek által tulajdonolt egy-két szektor, ami mintha nem is egy válságtól sújtott Magyarországon működne. Ez derül ki. De nyilvánvalóan nem fogjuk elfogadni ezt a helyzetet. Amikor persze azonnal jön a reflex, hogy de hát ez ütközik a beruházásvédelmi egyezményekkel, mit fog szólni majd Merkel asszony, éppen ott van a szegény köztársasági elnök úr, mit fog majd szólni? Ez, az, amaz, majd ide. Így nem lehet, nem csak hogy kormányozni, élni sem lehet. Tehát ezért a magyar kormánynak az a politikája, hogy a cselekvési mozgásterét, szabadságát, autonómiáját növelje, az a gazdaságpolitika leglényegesebb kérdéséhez tartozik, még ha nem is számokkal írható le, hanem csak így, ahogyan ezt most én megpróbáltam megtenni. Tisztelt hölgyeim és uraim, úgy értük el mindezt, hogy most a saját finanszírozási lábunkon állunk, hogy közben a magyar államadósság az 85%-ról valahova a 77%-os tartományba süllyedt, és folyamatosan csökken. A költségvetési hiány 3% alatt van. A ma reggeli gyors gazdasági tájékoztatót, amivel napot szoktam kezdeni, az azt mondja, az infláció 2,8%. Mondhatnám kis vicce, hogy új jegybankelnök ment a jegybankba, és az inflációs célja a jegybanknak már is teljesültek. Ez sajnos nem így van, a két tény között nincs ilyen szoros összefüggés, de mégiscsak azért egy pillanatra álljunk meg, és mondjuk ki azt, hogy ma reggel az a hír volt, az legfontosabb hír Magyarország számára, hogy nem tudom hány év óta, ez lehet 7-8 év is, a jegybank által megszabott inflációs cél az elmúlt hónapban teljesült. Tehát van egy Én tudom, hogy az élet nehéz, és erről beszéltünk, az előadások is erről szóltak, de mégis arról szeretném önöket meggyőzni, hogy a helyzetben ott van a siker lehetősége. Csak a sikert is látni kell.
Még pontosabban azokat a részeredményeket is látni kell, amelyekről én tudom, hogy nem álltak össze egy képpé. Tehát ma még, ha itt egy szavazást rendeznénk, erősen kétséges volna a végkimenetel abból a szempontból, hogy az a gazdasági modell, amit fölépítettünk, ennek beszéltem az adólábáról, energia, finanszás, ez a gazdasági modell vajon működőképes-e? Vajon meghozza a boldogságot meg a jólétet a magyaroknak a következő 15-20 évben? Ha erről most itt szavaznánk, dubiózus a végeredmény. Én csak azt akarom mondani, hogy azt a reményt ne adják fel, hogy még akár így is lehet. És a kormánynak az a dolga, hogy ebbe higgyen. És ez szerint a logika szerint igazgassa a gazdaságpolitikát. És higgyék el, hogy gazdaságpolitikát, ezzel akarom zárni a mondandómat, nem lehet a gazdaság szereplői nélkül művelni. Ezért vagyok ma itt többek között. Egy mondat erejéig talán elnök úr, a multikról is mondhatok valamit. Az egy kulcskérdés a magyar gazdaság számára. Én 20 éve, 90 óta vagyok parlamenti képviselő, 22 év óta követem azokat a parlamenti vitákat, amelyek arról szólnak, hogy vajon a nemzetközi tőke magyarországi képviselőit be lehet-e illeszteni, és ha igen, hogyan lehet a magyarok javára beilleszteni a magyar gazdaság szerkezetébe. Ez egy nagy vita, önök is emlékeznek erre, mert gondolom önök is legalább 22 év óta vitatkoznak erről a kérdésről. És én nem mondom, hogy a bölcsek kövét föltaláltuk, de azért figyelemre méltó, hogy a magyar kormány úgy, ahogyan államokkal szoktak, ez idáig 15 nagy nemzetközi céggel kötött megállapodást, olyan megállapodásokat, amelyek arról szólnak, hogy ezek a cégek úgy illeszkednek be a magyar gazdaságnak a szerkezetébe, hogy az jó legyen a magyaroknak. Fejlesztés, képzés, munkahelyteremtés, beszállítói programok, és sorolhatnám tovább. Ezt csak azért mondom, mert persze a magyar gazdaság, mint a számokból láthattuk, alapvetően a magyar kis- és középvállalkozások vállán nyugszik, de van itt még egy fontos szereplő, aki ma nincsen itt, de önöknek is érdeke, hogy a velük folytatott kormányzati politika ésszerű és sikeres legyen, ezek a multinacionális cégek. Őket is bevontuk a gazdaságpolitika alakulásába, miközben azt mondják, hogy nincs Magyarországon külföldi befektetés, az elmúlt 3 évben 5 milliárd eurónyi német befektetés érkezett Magyarországra. Csak a németek 18 új járat nyitottak meg, és 22 üzemet bővítettek jelentős mértékben. Csak azt akarom ezzel jelezni önöknek, hogy vannak életjelek a magyar gazdaságban. És persze szeretném aláhúzni azt, amit az elnök úr is mondott, hogy a magyar kis- és középvállalkozásokat képviselő kereskedelmi és iparkamara nélkül a magyar kormányzatnak esélye sincs arra, hogy sikeres gazdaságpolitikát folytasson. Én nagyon remélem, hogyha az elnök úr egyszer majd elnöki beszámolót készít az önök számára, és egy listát állít össze, hogy milyen javaslatai voltak a kormány számára, milyen programokat akart megindítani, vagy bővíteni a mostani kormányzattal, és abból mit sikerült elérni, és mit nem, akkor hosszabb lesz az a lista, amit sikerült legalább elindítani az elmúlt 3 évben, mint az a lista, amely a kudarcos próbálkozásainkat tartalmazza. Szerintem ez egy jó mérleg, az önökkel való együttműködés mérlege a kormányzat szempontjából az elmúlt 3 évben egyértelműen sikeres. Ezért elkötelezettek vagyunk ennek folytatása mellett, optimizmustól függően a következő évre, sőt hosszabb történelmi távlatban is. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! Köszönjük szépen, elnök úr! Azt gondolom, hogy valóban komoly és fajsúlyos kérdések kerültek az asztalra, és mindenki el fog gondolkozni azon, és elgondolkozik azon, hogy ezeket hogyan lehet jól kezelni és jól megoldani. Egyébként itt vannak multik a teremben, nem is egy, szerencsére. Rendkívül aktívak több kamarai programban, olyannyira, hogy az egyikük vezetőjétől, a National Instruments vezetőjétől kaptuk a legtöbb kérdést, amit itt meg kellene fogalmaznom. Úgyhogy, ha megengedik, akkor néhány kérdést szeretnék föltenni miniszterelnök úrnak, illetve miniszter úrnak, és ők majd eldöntik, hogy melyikük válaszol. Ahogy említettem, a növekedés volt tényleg a legfontosabb kérdés. Tehát az hangzott el mindenhonnan. Itt az a kérdésnek a lényege, hogy vannak-e már konkrét lépések, amelyek a növekedést meg tudják indítani Magyarországon. A másik ilyen kérdés, hogy egy évvel ezelőtt, amikor itt miniszter úrnak nincs bekapcsolva a mikrofonja,
Nem, csak én nem akarom elárulni, hogy mit mondtál, csak... De egy nagyon hiteles válasz volt, azt mondta, hogy második munkanapja van a minisztériumban, még egy kicsit nehéz a válasz. Nos, a másik kérdés az az, hogy miniszterelnök úrtól azt hallottuk tavaly, hogy a MÁV átalakításába beletörött a bicskája. Most hogy áll ez a helyzet? Elégedette a fejleményekkel? Van-e végső átalakítási határidő? Harmadik kérdés, hogy a felsőoktatás finanszírozására a GDP hány százalékát irányozza elő hosszú távon, tehát nem most ebben a rövid távú folyamatban, és ez hogyan viszonyul az Európában szokásos viszonyrendszerhez, és nagyjából 1%-hoz. Aztán mik azok a nagy projektek, amelyeket az EU 2014-2020 közötti időszakban szeretne megvalósítani? Hogyan értékeli az 1 millió új munkahely időarányos teljesülését? Elégedette a bürokrácia csökkentésének előrehaladásával, erre meg volt a válasz, hogy ezt kihúzhatjuk. És van egy fontos kérdés a tekintetben, amit a felsőoktatás kapcsán vetettünk föl tavaly, hogyha egy vállalkozás ingyen ad át eszközt, akkor jó lenne, ha nem kellene áfát fizetni ezután, talán akkor több eszköz jutna az intézményekhez. Hol tart ennek a bevezetése? Aztán az Európai Uniós források kapcsán nagyon sokszor érzékelhető, hogy még ki sem írják a pályázatot, ez főleg gazdasági programok kapcsán igaz, még ki sem kerül írásra a pályázat, és már elfogy a pénz. Mit lehetne ezzel ellen tenni, és hogy a lehetséges ez egyáltalán? Hát nagyjából ennyi az első kör, aztán még van egy pár. Tiszteltel köszöntöm én is Önöket, jó napot kívánok. Miniszterelnök úr megadta a lehetőséget, hogy néhány könnyű kérdés magamhoz ragadjak, és ezekre válaszolhassak. Először is azzal hadd kezdjem, hogy nyilván a legfontosabb kérdés, amire miniszterelnök úr és elnök úr is utalta bevezetőjében, az a növekedés körül forog. Azok az eredmények, amiket az elmúlt 2,5 évben a magyar kormány elért önökkel partneri együttműködésben, tehát az adósságállomány csökkentése, az adósság növekedés megállítása, visszafordítása, az államháztartás működésének a konszolidáltabbá válása, hiszen most már nem az a kérdés, hogy 6-7% a hiány, hanem az a kérdés, hogy a 3%-ot most tudjuk-e tartani, vagy nem tudjuk tartani. Ugye mi az elmúlt 2 évben tudtuk tartani, de erre mondja az Európai Bizottság illetékese újból és újból, hogy hát nem 3, hanem 3,4. Tehát nem az a helyzet, mint 2010-ben, csak azt akarom érzékeltetni. És úgy folytathatnám tovább a sort, hiszen a kockázati felár tekintetében 2010-ben még olyan 6-700 bázispont környékén volt a CDS, most meg 300 környékén vagyunk. Folyófizetési mérleg nem hiánnyal számolunk, hanem pozitívumon van évek óta 4-5% a bruttó hazai terméknek. Tehát az a kérdés, hogy ezeket az eredményeket meg tudjuk-e tartani akkor, ha nincs növekedés. Nem tudjuk megtartani. Tehát ennek az évnek a kulcskérdése, és ezt kaptam feladatul a miniszterelnöktől, hogy a gazdasági növekedés beindítása, a gazdasági növekedés ösztönzése történjen meg. És nyilván nem tudom megtagadni az előéletemet, tehát mint a Fidesz eddigi utolsó pénzügyminisztere, azt kell mondanom, hogy növekedni csak akkor lehet, és akkor van értelme, hogyha az egyensúly megmarad. Egyensúly nélkül, hogy mondjam, lehet növekedni, de abból nem lesz tartós növekedés, és abból sokkal nagyobb bajok szoktak lenni a világ minden táján, mint hogyha ez egyensúlyra épül. De azt gondolom, hogy ebben nincs vita a kamarával sem, hiszen a kamara is egy olyan pályát vázolt több anyagában, amelyik erről szól. Én tehát azon fogok dolgozni, hogy azokat a növekedés ösztönző elemeket tudjuk működtetni, amelyeket minden józan kormányzat Európában és Európában kívül is használ. Magyarországon nem a spanyol viaszt kell feltalálni. Az új Széchenyi tervben már rögzítettünk néhány ilyen irányt, de a legutóbb készült gazdaságpolitikai anyagokban is, amelyet nem a kormány készített, hanem mondjuk az egyik magyar nagy cég támogatásával egy gazdaságkutató intézet, azokban is szinte ugyanazok a pontok szerepelnek. Logisztikai fejlesztések, autóipari fejlesztések, a beszállítói rendszernek a támogatása, bürokrácia csökkentése, gyógyszeripari beruházások támogatása, alternatív zöld energia beruházásoknak a támogatása, és így tovább.
Tehát itt szerintem a közgazdasági gondolkozás Magyarországon többé-kevésbé egy irányba mutat. A kérdés csak az, hogy az egyensúly megérzésével hogyan tudunk ezekhez forrásokat találni. Most erről megint nem akarok hosszabban beszélni, szerint az előadásokban elhangzott, hogy az európai uniós források felhasználása, ennek a hatékonysága, a kifizetések aránya, az bizony még mindig hagy kívánni valót maga után. Az egyik ilyen adatnak hadd mondjam el, hogy ugye az elmúlt években a kamarával, a finanszírozás kérdésében szerintem tudtunk előrelépni. Széchenyi kártya, ezekhez köthető programoknak a támogatása, ez egy nagyon komoly lehetőséget biztosít ma egy magyar vállalkozásnak. Mi kiszámoltuk, hogy ha mindenki igénybe, vagy egy vállalkozás igénybe tudja venni azokat a lehetőséget, amiket a Széchenyi kártyán keresztül igénybe vehet, akkor ez olyan 100 millió forint nagyságrendű hitelt jelent egy vállalkozás esetében. Tehát csak arra biztatnék mindenkit, hogy aki még nem tette meg, éljen ezzel a lehetőséggel. De ami ennél fontosabb, az új Széchenyi terv keretében vállalkozásfejlesztési támogatásra, ugye több mint 500 milliárd forintot, 516 milliárd forintot különítettünk el, ebből eddig 441 milliárd forint támogatást tudtunk megítélni. Kifizetés sajnos, itt is megint csak kullog a dolgok mögött, 167 milliárd forint kifizetés történt eddig. Tehát nekem, mint új hivatalba lépő miniszternek az egyik legfontosabb dolgom az lesz, a gazdasági növekedés érdekében is, hogy ezeket a kifizetéseket föl tudjuk gyorsítani, és lehetőség szerint a megítélt támogatások azok a gazdaság fejlesztését szolgálják. EU nagy projektek kérdése. Ugye előttünk van egy 7 éves periódus, ennek a kereteit, ahogy miniszterelnök úr utalt rá, most alakítjuk ki. Nyilvánvaló, hogyha egy kormány az adósságcsökkentést és a foglalkoztatás bővítést tűzte ki célul maga elé, akkor ennek az iránya egyértelműen ebben a tekintetben a foglalkoztatás bővítése kell, hogy legyen. Tehát a termelésbe és olyan termelő beruházások támogatásába kell ezeket a uniós forrásokat terelni és fordítani, amelyek a munkahelyek számát tudják piaci alapon a következő időszakban növelni. Szerint elhangzott, hogy a közmunka persze senki nem szereti, és senki nem örül neki, de mégiscsak meg tudta mozdítani a munkaerőpiacot, és mégiscsak 5-10% közötti réteget már integrálni tudott a munkaerőpiac világába vissza, abból a körből, ahol egyébként egy tartós munkanélküliség, egy tartósan segélyen lévés volt a jellemző. ÁFA ügynek a kérdése. Az első és legfontosabb dolgom lesz, hogy az adópolitikai részét megerősítsem a minisztériumnak. Több olyan kritikus példát tudnék önöknek mondani, amikor a minisztérium különböző állásfoglalások kiadásával vállalkozókat hoz lehetetlen helyzetbe. Bírósági ügyek tudnak erről dokumentációt adni. Vállalkozó egy felszámolási eljárásban állásfoglalást kért a minisztériumtól, kapott is kettőt, tehát a minisztérium teljesítette a dolgát, és a két állásfoglalás egymásnak ellent mond, így most a bíró uron vagy bíróságon múlik az, hogy egyébként egy ilyen érzékeny kérdésben, ahol egy vállalkozás léte vagy nem léte a tét, milyen irányba dől el a kérdés. Ezeket meg kell erősíteni, és itt számítok partnerként a kamarára is, hiszen a napi élet tapasztalatai, a napi gyakorlat tapasztalatai azok a legfontosabbak számunkra. Ebből a szempontból nyitottságot tudok biztosítani minden felvetésnek. Ennek az eszközátadásnak is ebben a tekintetben nyilván oda fogunk rá figyelni, és megnézzük, hogy a ÁFA törvények módosításánál milyen átvezetésre van lehetőség. Én azt gondolom, ezek voltak a fontosabb kérdések, amik könnyebbek voltak. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, nem azért hívtak ide, hogy a kormány gazdaságpolitikai személyzeti kérdéseiről tartsak előadást, bár ezért hívtak volna, és eljöttem volna szívesen, de nem akarom önöket untatni ilyesmivel, csak hogy érthetővé váljon az, ami történik, mondom el a következőket. Ugye Matolcsi miniszter urat az ellenfeleink rendszeresen azzal szokták gyepálni, hogy egy fantaszta. És nem véletlenül szokták ezt mondani, mert kétségkívül egy olyan ember, aki gazdasági modellekben gondolkodik. És amikor 2010-ben a kormányzást megkezdtük, akkor, mint ahogy már 98-ban is tettem el egy kísérletet, csak aztán az különböző okokból, mint önök is ismerik, nem bizonyult tartósnak, biztos voltam abban, hogy Magyarországnak egy új gazdasági modellre van szüksége. Tehát nem egyszerűen business as usual
visszük a dolgokat, hanem egy új modellt kell teremtenünk, mert részben a világ is megváltott, és mi is úgy legyengültünk, hogy itt kisebb reformokkal, tódozgatással, fódozgatással nem fogunk menni semmire. Ezért volt a mondásunk, hogy Magyarország megújul, és a strukturális reform is kevés, teljes átszervezésre van szükség. És az ember ilyenkor mindig történelmi előképeket keres, hogy mégis hogy csinálták ezt mások, akiknek sikerült. És Magyarországnak is voltak persze sikeres periódusai, de én azért mégis a német modellt tartottam mindig is, már 98-ban is, meg most újfent, a leginkább vezetési szempontból, a leginkább magyar viszonyokra alkalmazhatónak, és ott azért a Adenauer meg az Erhard ketten azért csak összehozták azt a német gazdasági modellt, amivel 40-50 évig csak eldöcögtek ezek a derékgermánok. Sőt, nem csak, hogy eldöcögtek, hanem megőrizték az éles látásukat, hogy mindenki más megelőzően olyan változásokat vigyenek végbe. Erről már beszéltem, hogy most a válság idején szinte rakétasebességgel távolodnak a többi Európai Uniós ország teljesítőképességétől. És ehhez ugye modellt teremteni képes gazdasági miniszterre volt szükség, Erhardot is fantasztának tartották. Mégis ebből lett a német gazdasági modell. Most ezt a modellt mi az elmúlt 3 évben fölépítettük. Én már 3 évvel ezelőtt is pontosan tudtam, hogy a jegybank elnöke ki fogja tölteni az idejét. Általában mondom, hogy a jegybank elnökök Magyarországon ki szokták tölteni az idejüket, csak egyszer fordult elő, hogy ez nem így volt, amikor éppen balliberális kormányzat volt Magyarországon, és Bot Péter Ákosnak az a legényes ötlete támadt, hogy akkor ő távozna inkább, ha emlékeznek még a 94-es választásokat követő helyzetre. Csak ennyit arról, hogy a demokráciával ki hogyan áll, kutya, szalonna és egyebek. De a dolog lényege, hogy pontosan látni lehetett, hogy ez a 3 év így fog menni, hogy a fiskális politika az sajnos nem mindig lesz összehangolható a monetáris politikával, és a magyar gazdaság bicikléje ezért bizony szalajtani fog. Mert az a gondolkodásmód, ami a jegybankban volt, és az a gondolkodásmód, amely egy új gazdasági rendszert akart létrehozni, és ami a miénk, és Matolcsy Györgyben testesült meg, ez nagyon ritkán kerül majd összhangba egymással. Ezt végig szenvedtük az elmúlt időszakban. De egész egyszerűen a múltat nem lehetett folytatni, tehát bele kellett vágnunk ebbe az új magyar modell megteremtésének kísérletébe, konfliktusok árán is. Akkor is látható volt, hogy 3 év alatt nagyjából el tudunk jutni körülbelül ide, akkor bekövetkezik ez a váltás, ami bekövetkezett, és akkor egy megnyugtató tónusú pénzügyminiszter habitusú embert fogunk fölkérni a gazdasági minisztérium vezetésére. Az előbb is, hogy hallgattam a Mihályt, már egész megnyugodtam, hogy a dolgok úgy nagyjából úgy rendben lesznek, tehát itt már nagy ötletek és nagy víziók nincsenek, hanem most arról van szó, hogy akkor nézzük meg, hogy állunk, mik a visszajelzések, és szépen higgadtan, nyugodtan vigyük a boltot. Ez körülbelül, amit várok a következő 1 évben a miniszter úrtól, de most már azt a boltot kell vinni, amit az elmúlt 3 évben fölépítettünk. Az új magyar gazdasági modell boltját kell tovább vinni. Ebből kell önöknek üzleti sikert csinálniuk, ebből kell nekünk kormányzati és országsikert létrehoznunk. Ami a konkrétumokat illeti, persze a kérdés a felsőoktatásra vonatkozott, hogy meddig lesz az 1%, és ezért jutott eszembe Matolcsy miniszter úr itt a kérdésen gondolkodva, hogy nekünk van az országértékelőben, tettem erre egy utalást, nekünk van egy 20 pontos úgynevezett mestertervünk, ami Magyarország következő 20, de inkább 25 évére vonatkozik. A legfontosabb 20 célkitűzést tartalmazza. Azok közül az egyik, az nem a felsőoktatásra, hanem az innovációra vonatkozik általában, amire én beleértem egyébként a felsőoktatásból érkező innovációs kapacitást is. És a tervünk az az, hogy a 4-5%-át szeretnénk, a 4-5%-ot szeretnénk, nem egyet, erre a területre fordítani, mert a magyar gazdaság hosszú távú versenyképessége ezt megköveteli. Vannak erre utaló jelek, biztosan önök is látták, hogy például a fejlesztő mérnökök után fizetendő TB járulék az 500 000 forintig már egészen másképp van, és így tart. Tehát mentünk az innováció irányában, egész bátor lépésekkel is, de még nem érkeztünk el oda, hogy a Mihály azt tudja mondani, hogy igen, miniszterelnök úr, a következő évben a magyar költségvetésből a GDP 4-5%-át innovációra tudjuk fordítani. Itt még nem tartunk, de egyébként a cél ez. A MÁV ügye. Mit csinál az ember, ha beletörik a bicskája egy ilyen ügybe, mint ahogy ezt előbb az elnök úr idézte?
keres egy nőt, ez a dolognak a lényege, akire rá lehet bízni a dolgot. Ezt Margaret Thatcher már régen megmondta, hogy ha azt akarjátok, hogy egy dologról sokat beszéljenek, akkor bízzátok egy férfira, ha azt akarjátok, hogy meg legyen oldva, bízzátok egy nőre. Én ezt a logikát követtem, és kiderült, hogy van nekünk egy asszonyunk, aki egyébként ért a MÁV-hoz, csak nem a MÁV-ot vezette, hanem a másik magyar államvasutakat vezette, a Gyesevet, és onnan megkértük, hogy fáradjon át a MÁV élére. Azt, hogy lelkes lett volna az ötlettől, nem merem állítani, de miután egy nemzeti elkötelezettségű komoly asszonyról van szó, végül is vállalta ezt a munkát, és átjött. Ugyanis én arra gondoltam, hogy ha mi saját erőből nem tudtuk a MÁV átalakítását elvégezni, akkor esetleg bízzuk arra, aki egy másik félig magyar vasutat mégiscsak sikeresen visz. Az mégsem normális dolog, hogy egy országban két vasút, az egyik sikeres, a másik meg nem, és nem tudjuk, hogy kéne azt, ami nem az, sikeressé tenni. És akkor a legegyszerűbb, hát hozzuk onnan azokat, akik azt megcsinálták. Végül is erre az egyszerű következtetésre jutottunk, és most azt tudom mondani önöknek, hogy azt nem állítom, hogy az a asszonyság csodát tett volna már is, de jó úton van e felé. Tehát olyan a MÁV átalakítási terveket hajtott részben már végre, például a közvetlen MÁV szolgáltatásokhoz nem kapcsolódó egyéb tevékenységek leválasztása, az ilyen zavaros ingatlanügyek és egyebek leválasztása, ebben nagyon jól halad, ami egyébként egy ilyen szocialista, mert erről van szó, iparvállalatnál azért egy komoly dzsungelharc, és ahhoz képest, hogy rövid ideje van ott az elnök asszony, vagy ezért igazgató asszony a macsétát jól forgatja, és csak vág nekünk egy utat, amin keresztül elérhetünk egy modern, korszerű vasúthoz. Ráadásul meg tudtunk hirdetni egy nagyon komoly programot is. Kevesen tudják, hogy itt lényegében mintegy 100 éve új vasútvonalat nem fektettünk. Most azonban belevágunk egy ilyen kísérletbe is. Nyilván azt sem tudják, hogy ahhoz, hogy egy teherszállítvány Budapesten átjusson, az 4 egész napra van szükség. Így akarunk versenyképesek leszni. Közép-európai elhelyezkedés, hub, logisztika, szóval nyomjuk ezeket a szövegeket, de ha megnézzük, hogy hány nap alatt jut át egy nyomorult teherszállítvány a főváros, akkor 4 nap, ugye? És most valószínűleg fektetünk majd egy olyan teljesen új nyomvonalat, talán kínai finanszírozással, jó tárgyalásokat folytattunk, kormány döntéseket hozott erről, amely kikerül gyakorlatilag Budapestet, és így 4 napot lehet takarítani a Magyarországon áthaladó vasúti szállítás ügyében, ami egy komoly versenyképességi javulás. Ez már mindennek az új menedzsmentnek köszönhető. Tehát én bizakodom abban, hogy Dávid Ilona vezérigazgató asszony meg fogja oldani ezt a problémát. A nagy programokról is kérdezett itt valaki, itt azonban kapcsolódnék ahhoz, amit a miniszter úr mondott. Lehet, hogy önök nem érzékelik ennek a társadalom lélektani jelentőségét, ezért engedjék meg, hogy egy mondatot vesztegessek erre. Ugye 261 ezer ember dolgozott a tavalyi évben startmunkában, ami a közmunka elegáns neve. Nem véletlenül hívjuk startmunkának, mert azt a reményt fejezi ki, hogy ez nem a végállomás, hanem innen kezdünk. És innen át tud majd menni a közmunkából, át tud lépni a delikvens a üzleti alapon működő gazdaság világába. Miniszter úr említett is számokat erre vonatkozóan. A 261 ezerből az érintett szervezetektől kapott információk alapján, mert származási alapon történő adatgyűjtés az tilos, ebből több mint 50 ezer volt cigány. Tehát 261 ezer startmunkásból több mint 50 ezer cigány ember volt. Ezeknek a nagy része olyan, aki korábban soha, sehol, semmit nem dolgozott. Most erre persze lehet azt mondani, hogy mennyivel elegánsabb lenne, ha az üzleti szektor szívná fel őket. Na de ki fogja ezeket az embereket munkával ellátni? Amikor egyébként alapvető olvasás, írás és munkafegyelmi problémákkal küzdködnek. Mert nem tanítottuk meg őket erre. Csak a bölcsészek, elnézést kérek ezért, gondolhatják azt, hogy majd néhány iskolai képzési program segítségével önök majd föl tudják venni ezeket az embereket, és munkába tudják állítani. Ez nem így van. Mert először alapvetően a munkakultúrát kell tanítani. Utána lehet majd képezni, itt majd jöhetnek a bölcsészek, hogy milyen tananyagokat kell elsajátítani, de először el kell őket vinni dolgozni, hogy tudják, hogy az micsoda.
Ahogy az elnök úr mondta, hogy reggel föl kell kelni, el kell menni, a pénzt föl lehet venni, haza lehet vinni, nem segélyért állunk sorba az önkormányzatnál, hanem a fizetésünket vesszük föl, és azt adjuk haza. Ez egy olyan kulturális problémája Magyarországnak, amivel ha nem nézünk szembe őszintén és egyenesen, és nem beszélünk róla ilyen pokróc módon, mint ahogy én most teszem, az ilyen politikai korrekt romázás helyett, akkor sose fogjuk megoldani. És itt erről van szó. És 50 ezer ember az nagyon sok. És ebben az évben, ha a pénzügyminiszter úr egy kis pénzt tud majd csinálni, akkor ez a szám, ez fölmehet 300 ezer fölé. És onnan már nem vagyunk messze attól a számtól, tisztelt hölgyeim, és hogy azt tudjam mondani, vagy azt tudjuk közösen mondani, hogy lehet, hogy nem azt a munkát kapják az emberek, amit szeretnének, de van annyi munkahely Magyarországon, amennyi munkát kereső ember. A két szám egyezik. Ide kell eljutni. Ez teremti meg az erkölcsi alapot egy teljesítmény elvre épülő munkaalapú gazdaság működtetéséhez. Nem vagyunk ettől nagyon messze. Még nem vagyunk ott, de ebben az évben, az év végéig talán megérkezhetünk oda, ha a miniszter úr meg tudja oldani azt is, hogy a télen általában leszűkülő közmunka lehetőségek helyett új típusú közmunkákat is be tudjunk állítani, mert az idei munkák jellege miatt ugye télen nagyon nehéz értelmes munkát adni az embereknek. Ha meg nem értelmes munkát adunk, nagyobb kárt okozunk, mint amennyi hasznot hajtunk. Nos, ezért a nagy projektek egy tekintélyes részénél mindig szempont az, hogy mennyi közmunkást tudunk bevonni. Önöknek igaza lehet, mert minden ilyen nagy startmunka programnak lehet piaci munkaerőt kiszorító hatás. Erre figyelnünk kell, mert nem az a célja a startmunkának, hogy egyébként a piaci alapon megszervezett munkalehetőséget elvegyük a vállalkozásoktól. Tehát észnél kell lenni, hogy mire, hogyan, milyen körülmények között indítunk startmunkákat és közmunkákat, de erre tekintettel leszünk a jövőben is. A 1 millió munkahely időarányos teljesítéséhez kapcsolódik még ide. Itt van egy dimenzió, amiről nem beszélünk, fontos lenne. 20 éves csúcson van a női foglalkoztatási ráta Magyarországon. Soha annyi nő nem dolgozott a magyar gazdaságban az elmúlt 20 évben, mint most. Ez még mindig egy alacsony szám. Itt óvatosnak kell lenni, mert a nőket nem kell munkára kényszeríteni, de ha dolgozni akarnak, akkor viszont lehetőséget kell, hogy kapjanak, lehetőleg azonos elbánás mellett. Nem mindenki ért azzal egyet, hogy hogy a családjának az életét úgy szervezi, hogy mind a ketten dolgoznak, és van, aki megengedheti magának, hogy ez egy döntés legyen a számára, egy lehetőség, és ne kényszer. És őket nem kell belekényszeríteni a munkába természetesen, mert ha meg tudják oldani másképp a családjuk életét, miért kéne nekünk belenyúlnunk az ő életükbe. De azt kell mondanom, hogy 52,1%-os a női foglalkoztatási ráta, 92 óta nem mértünk ilyen magasat. Tavaly 42 ezerrel több nő dolgozott a 15 és 64 év közötti korcsoportban. 42 ezerrel több. Ezek jó eredmények. Még nem mondom, hogy áttörtünk a munkaerőpiacon, de ezek biztató eredmények. Én azt gondolom, hogy az a munkaalapú gazdaság, amiről én beszélek, az modern piacgazdaság körülményei között is képes azt a teljesítményt nyújtani, hogy a végén a foglalkoztatási vagy aktivitási ráta tekintetében elérjük az Egyesült Államokat. Ugye az Európai Uniós foglalkoztatási aktivitási arány az azt hiszem 65-66%, az Egyesült Államok meg 75-76%, Kínaiaknál 80 fölött van. Én azt gondolom, hogy nekünk, magyaroknak nem az európait kell megcéloznunk, hanem az amerikait, azt a 75-öset. Csak az a baj, hogy milyen 56. És egy kicsit messze van. Tehát ez nem csak célzás kérdése, ha jól látom, hanem kitartó menetelése is. De határozottan ebbe az irányba kell menni. Nézzék meg a segélyrendszer átalakítását is. Ugye erről nem beszélünk, de az a helyzet, hogy senki nem kap segélyt, hogyha a felajánlott közmunkát visszautasította. Ez nagyon durva szabály. Szokatlan. De kevesen vannak a teremben, akik ha titokban állást foglalhatnának, ne értenének ezzel egyet. Mert a szívünk még mindannyian egyetértünk ezzel. Csak elszoktunk tőle, mert más típusú társadalmat építettek föl a nyugatiak, és mi más típusú társadalmat másoltunk le az elmúlt 20 évben. Márpedig ez nem működik a jövőben. Tehát ezért a munkaalapú gazdaság felé kitartóan, politikai vitákat is vállalva, igenis menetelnünk kell, meg fogunk érkezni abba a tartományba, ahol a munkanélküliek 3-4%-ot tesznek csak ki. 3-4%-os munkanélküliség gyakorlatilag teljes foglalkoztatást jelent, mert a 3-4% az, ami folyamatosan kilép-belép a munkaerőpiaci rendszerre. Ez Európában elérhető, hollandoknak is sikerült, korábban másoknak is, bátran megcélozhatjuk. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr és miniszter úr!
Kákovács József fafaragó kiállítása Esztergom kertvárosban a Féja Géza közösségi házban nyílt meg. A tárlat megnyitásának perceit elevenítjük fel. Mindenkit vagyunk. Tiszteljük meg a mai napot egy kis csendességgel. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Féja Géza közösségi házban. És sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Féja Géza közösségi házban. Köszöntöm a sajtó, televízió képviselőit, riportereket, és nem utolsó sorban a kiállító művészünket, Kákovács Józsefet, és a kiállításunk mesztorát, mondjam, Dr. Kovács Józsefet. Dr. Kovács József urat, aki zsigadíjas népi iparművész, ezt felírtam magamnak, király zsigadíjas népi iparművész. Hát a közösségi háznak ez a terme mindig nagy szeretettel, nagy készülődéssel várja a különböző kiállításokat. El lehet mondani, hogy egy nagyon szép kis galéria működik nálunk, amely, ha úgy tetszik, mai szóval multikulturális szerepet tölt be, és a legkülönfélebb tárlatoknak, kiállításoknak az otthont. Képkiállítás, fotókiállítás, a Sejjenfonal képzőművészkör sokrétű kiállításai, és most pedig egy népi fafaragó alkotásaival ismerkedhetünk meg. És tisztelettel fölkérem Dr. Kovács József urat, hogy méltassa a kiállítást és nyissa meg. Tisztelt megnyitó közönség! Mint alkotó és mint mester állok Önök előtt, amikor a mesternek kell a tanítványát minősíteni, akkor egy kicsit ő is vizsgázik. Mert hiszen a mester a tanítványának a sikerébe és bukásába is osztozik. Kovács József 1948. március 11-én született Hajdú-Bihar megye Nagyberki községbe, földműves családban. Falusi életviszonyokhoz igazodóan szélesebb családi körben számos ipari mesterséget űző felnőttek mellett tanulta meg a munkaszeretetét. De többre vágyott, mint iparos, és Budapestre költözött. Az urbanizáció és az ipari környezet vonzotta, és tulajdonképpen új szakmát, szerzetített szakmát tanult, hegesztő szakmát tanult. Rokonai körében volt egy szobrász, úgy hívták, hogy Ligeti, akivel kapcsolatba került, és ezen keresztül egy közös alkotó műhelybe többször tudott részt venni, és a szakmájával, mint hegesztő, segített a feladatok megoldásában. Megfogant benne a gondolat, hogy vasas szakmába is lehet önálló gondolatot kifejezni. Már 1983-ban a szakma ifjú mesteri pályázaton megjelent néhány alkotásával, úgynevezett hegesztéssel a várt siker elmaradt. Budapestről a családot követve Dorogra, Csolnokra költözött, természetes, hogy a bányavállalattal került kapcsolatba, elvégezte a bányagépipari technikumot. A bányász szakszervezet felkérésére a Dorogi József Attila Művelődési Házhoz ment dolgozni, először egy technikus, később pedig műszaki igazgatóként végezte a munkáját. Kísérletező kedvét nem adta fel. Kiírtak egy pályázatot, a 12 hónap horoszkópja és gyermekjátékok megalkotásával. Ismét hegesztéssel jelentkezett, munkáját első díjjal ismerték el, ez az önbizalmát erősítette. Ez inspirálta arra, hogy 1984-ben a Népművészet ifjú mestere pályázatra beadja a munkáját. 5 darab alkotást nyújtott be, úgy hívta ezt a munkát, hogy vas grafika. Ez a fogalom a népművészeti tárgyalkotásban ismeretlen fogalom volt, nem is díjazta. A siker elmaradt, bár lehangoló, de szándékát nem adta föl. Hárvai Ferenc szobrászművésszel
mi alakult baráti kapcsolata révén a művész műhelyében sok olyan feladatot elvégzett, ami hegesztéssel, vasas szakmával összefüggött és hozzáillett az alkotó munkához. Ez az alárendelt megbízatás erősítette az egyre érlelődő belső késztetést, hogy önálló munkát végezzen. A művészi alkotásban való részvétel vágyát az önkifejezés igénye hozza létre. A művelődési házban feladatkörében számtalan képzőművészeti kiállítást kellett a galériába berendezni. A műalkotások közelsége, a művész barátok sikerei belső elhatározást érlelték, hogy valamilyen alkotásban fogalmazza meg ő is önálló gondolatokat. Vannak gondolatok, események, amelyek szavakba nem mindig fejezhetők ki. Vannak gondolatok, amelyek alkotásokban fejezhetők ki. Ezek a gondolatok cselekvésre ösztönöznek. Ezt az ösztönkésztetést vezette oda, hogy vissza kell térni a gyökerekhez, a falusi életviszonyokhoz jobban igazodó népi tárgyalkotáshoz. Erre mutatott példát a szélesebb családi körben lévő iparosoknak a sikere is. Megszervezte a Csolnoki Bánya Múzeumot, melynek nyugdíjas, jó ideig vezetője volt. Tett kísérletet különböző szakkörök szervezésére a múzeum keretében. De hiányzott a célirányos elmélet. Ezt felismerve negyed magával fölkerestek, hogy elméletileg és szakmailag tevékenységre is fölkészüljenek. Kifejezték későbbiket, faragni akarnak. Úgy gondolom, hogy helyesen döntöttem, amikor a tanításukat, a szakkört tulajdonképpen elvállaltam. A legsikeresebb induló közé tartozott Kovács József. A népi tárgyalkotás, faragás négy alaptípusát sikerrel sajátította el, munkái gyűrűzteti, és ami nagyon lényeges, hogy néha elméleti konzultációra is sor kerül. A legkedvezőbb pillanat volt számára a népművészet választása, amikor még van kibontakozási lehetőség, hiszen még a jövő előtt áll. Ismert, hogy sokan vannak, akik az életük utolsó harmadában fogalmazódik meg az a vágy, hogy valamilyen alkotó tevékenységgel tegyék teljessé a múltat, és szebbé a jövőt. Kovács József alkotó tevékenységét leghitelesebben a népi tárgyalkotásban a hagyomány követése, hagyomány tisztelet oldaláról közelíthetjük meg. Az első munkáim, mint látható, a népi hagyományos tárgyközhöz kötődnek, mint mindennapi használati eszköz. Természetes, hogy kiindulási pont a mesteri utasítás, de már megjelenik az egyéni karakter, az egyéniség kibontása. Felhasznált motivumok, a díszítő ornamentikák, a formálódó egyéni stílusának megfelelő variációi, gazdagságát figyelhetjük meg a munkáit. Akár életfa, vagy annak egyes kompozíció elemeit vizsgáljuk, már megjelenik az alkotásra jellemző, az egyéniségre jellemző vonásra. Népművészetben nincs azonosság, csak hasonlóság. Minden alkotó keresi önmagát, a rá jellemző formavilágot, amelyből ki tud bontakozni egyéni stílusa. Itt gazdag formavilág tárul elénk, a kivitelezés magas szakmai színvonala igényességet tükröz. Alkotásban benne rejlik a saját maga iránti igényesség, a minőség iránti elkötelezettség. Egyes elemek tiszta kidolgozása. Már-már megkérdőjelezik, hogy tulajdonképpen vépséből készült-e az anyagot. Útbaigazítást a fa struktúrája ad. Szépet, jót alkotni csak belső kényszerből lehet. Ezt minden alkotó érzi, akár megfogalmazódik az alkotóban, akár nem. Én ezt a belső kényszer késztetést érzem az egyes műveinek láttam.
Milyen jó érzés egy szép munka felett és sikerélmény, amikor az ember érzi, hogy most jó, mert megoldottam. Ugye ismerős a fogalom, most jó, mert kimondtam. Egy alkotás akkor befejezett, amikor az ember úgy érzi, hogy most kész van. Ezt az állapotot egyes munkáim tökéletesen érezni lehet. A hagyomány tiszteletet az önfogalmazásában érthetik meg igazán, amely így szól. Tiszteld a munkát és éltesd a jövőt. Találva a megállapodás, hiszen ténykérdés, hogy jelenünk a múltba gyökerezik és a jövőbe torkolunk. Hagyomány tisztelet különösen érezhető a Bánya települések címer pajzsain itt bemutatott példáin. Kötődése a bányászathoz meghatározó, erősítette a kapcsolatot a Csolnoki Bánya Múzeum alapítása, a bányász édesapa, és ennek alapján megismerte a településeket, vagy települések címereit. A megalkotott itt bemutatott címerek tükrözik a megjelenített bányászközségek hagyományos jelrendszerét, a heraldika szabály szerinti megfogalmazását. Külön figyelmet érdemel a itt kiállított bányász kompozíció. Aknyatornyot is szimbolizáló alkotás, melynek minden eleme jelképes tartalmat hordoz, melyről olvasható a bányászat múlt és a lecsengő jelen. Az oszlop tálpillérein a bányász települések múltja, indulás és befejezés időpontja van feltüntetve. Fent a láng a tűz, lent a hullámvonalakban megjelenő víz egyben tükrözi az éltető elemet, de a bányászatban rejlő, pusztító erőt is. Sikeres alkotás, melyben megjelenik a tartalom és forma egysége, melyet kötelezően elfként Arisztotelész fogalmazott meg. Ez a kompozíció jó tükrözi konstruktivitását, alkotó kreativitását, újat létrehozó teremtő képességét, mely már a népi használati tárgykörben is felelhető, mint az elemekből építkező naptár, amit a falon megtekinthető, hol a funkció és az esztétikum együtt jelenik meg. Kovács József alkotásában hagyomány tiszteletről beszéltem. Nem volna teljes az alkotó bemutatása, ha nem szólnék az itt képeken bemutatott számos emlék és fejfáról. A fejfák a népi tárgyalkotásnak külön fejezete, amely a halotti kultuszhoz kötődik. Elkészítésüknek szigorú hagyományai, törvényszerűségei vannak. Itt tetten érhető az alkotó szellemi felkészültsége. A fejfák népi kultúrák ősi eredetű, jelentős társadalmi vonatkozású és művészi értékű hagyatéka. Még meglévő fejfás temetőink őrzik azokat a demokratikus rend emlékeit, amelyek közvetítik a közösség hagyományos formanyelvét. Az ősi technikával megmunkált kivitelezés biztosítja a hagyományok és a forma őrzését és fenntartását. Síremlékek, fejfák, művészi értéke ma is felkelti az emberek érdeklődését. Ezt a figyelemfelkeltést tapasztaljuk az itt bemutatott fejfákon, alkotásokon, amelyek rendeltetésükben funkcionálnak, ide ez a haza és határainkon túl, például Erdélyben. Az eseményhez kötődő emlékfák tekintetében már inkább az eseményre utaló jelrendszer dominál, mint sem a fejfáknál kialakult hagyomány. Itt már megjelenik az egykori kultikus vallási jellegű motivumok, melyek a nap kultuszhoz kötődnek, vissza egészen az ősi totemuszhoz. Az alkotó rendelkezik azokkal a képességekkel, ismeretekkel, hogy mindezt a helyén alkalmazza. Szükséget érzem megemlíteni az emlékoszlopok körében kiemelkedő alkotásait, úgy mint 1848-as emlékoszlop Nyergestetőn, valamint Erdélyben. A Sári-Sáki temető bányász emlékoszlopa, 56-os emlékoszlop Csolnokon, a bányászászlót tartó oszlop koronája, ami ugyancsak Csolnokon található.
Számos munkája hirdeti a magyar népművészetet Németországban, Romániában, Angliában és Kanadában. De munkák elismeréseként hagyományápolást elért eredményért a Bányászországos Szövetség nívódíjjal, Dorogváros pedig emlékpakettal jutalmazta. A népi tárgyalkotás körében tartozik a népi szobrászat is, melynek két vonulata van. Egyrészt az alkalmazott szobrászat, amelynek elemei kizárólag a funkciót szolgálják. Itt fellelhetjük akár a ivócsaraknak a nyelét, fogantyúját említenének. A népi tárgyalkotás körében tartozik a népi szobrászat. A másik vonulata a népi szobrászatnak nem kifejezetten esztétikai értékű, bár esztétikai értéket képvisel, de itt a funkció is fellelhető, akárha a hagyományokra visszagondolunk a paraszti világba, a szent sarok, vagy akár a esőt kérő isten, vagy akár a hídvégő isten szobrok, ami tulajdonképpen népi alkotása. Ezek formáit domborművek körklasszikák. Itt egyéni stílus kibontakozása kísérleti fázisát láthatjuk. Az életfát tartó figura kompozíciója sajátos felfogást tükröz. Itt inkább a naturalizmus érthető tetten, mint az életfára jellemző törvényszerűségek. Tekintsük ezt kísérletnek, bár kivitelezés magas szakmai igényességet tükröz. E kísérleti szárnycsapások körében tartozik a szentorma. Az itt hagyományos szőlők védőszentjeként bemutatása egyéni stílust követ. Arhaikus jelleg a naív művészetben nem hiba, hanem értékteremtő erő. A spontán expresszív alkotásmód megjelenítése a magas művészet folyamatán kívül esik, de önálló jelenség a népi szobrászatban értékteremtő erő. A naív művész belső látás szerint és formálja meg gondolatát. A forma aktualitását tükrözi a mai társadalmi viszonyokat. Az áldást osztó kép, a félemelt pásztorbot, a mindent elhárító figyelmeztetést is kifejezi. Sajátos kompozíció, kissé humorizáló megjelenítése hagyományos korban ábrázolásnak, azonban nem törvényszerű, hogy a mi alkotásokat mindig úgy kell értelmezni, ahogy a művészet történésze megfogalmazza. Joga van az alkotónak, a nézőnek a saját véleményét kifejezni és megfogalmazni. Hagyjuk meg ezt a jogot Kovács József alkotónak is. Tisztelt megnyitó közönség! Épp ma tanulni lehetünk annak, hogy Kovács József faragó a magyar népművészet által miként talált rá arra az útra, melyet a következetesen végigjár, eljut a hőn áhított önmegvalósítás kiteljesedéséhez. Alkotásaival hozzájárul magyar népművészet tárgyalkotásának továbbfejlesztéséhez. Önök ma Kovács József fafaragó tárgyi munkájába, a kultúrvilágába kaptak betekintést. Köszönjük meg neki, hogy 65. születésnapján a kiállítással ő ajándékozott meg bennünket. Istenet tessék! Köszönöm szépen! Egy idómat egy idézettel kívánom befejezni. Kassák Lajos írta 1926-ban, szép, ami tökéletes, tökéletes az, ami hivatásának, funkciójának megfelel. A tárgy hivatása, hogy jó közérzetet teremtsen a világban. Kérem, tekintsék meg a kiállítást, és legyen jó közérzetünk. Nagyon szépen köszönöm az elismerő szavakat, és köszönöm, hogy ennyien megtiszteltek azzal, hogy megnézik a kiállításomat, és köszönöm a háznak, miért lehetőséget adott arra, hogy ezt a kiállítást megrendezhetjük, és ezért ugye készítettem az Esztergom kertvárosi címert, amit a háznak ajándékozott. Köszönöm Cézoli barátomnak, aki a fotókat készítette, és köszönöm mindenkinek, aki eljött és megtisztelt. Kérem, hogy fogyasszanak, van egy kis pogácsa, egy kis boroska, egy kis üdítő. Természetesen erre nézzük meg a kiállítást. Köszönöm szépen!
Mielőtt közösen megtekintenénk a kiállítást, csak majd, hogy én is nagy szeretettel köszöntöm dr. Kovács Józsefnek a megnyitó szavait, és Kovács Józsefnek a kiállítást, és kérek mindenkit, hogy miközben megtekintjük a kiállítást, vegyen az asztalról, ahol a Kertvárosi Borbarát Klub részéről Juhász Feri bácsi borával tudjuk kínálni önöket, süteményen, üdítővel, és akkor átadom önöknek a kiállítást. Kérem szépen, tessék, élvezni! Esztergomban, a Kaleidoszkóp házban Bejó Gábor fotóiból nyílt kiállítás. Erről szól a következő pár perc. Mindenkit sok szeretettel köszöntök a nemzeti ünnepen, ami egyben Bejó Gábor megnyitója is. Bejó Gábor kért meg engem, hogy nyissam meg kiállítását, délután egyedül maradva a képekkel jutottam el a megnyitó szövegig, nem lesz hosszú, viszont első tapasztalatom az, amikor Gábort láttam fotózni, és az interneten is láttam fotóit, hogy nagyon sokat különböző évszakokban, különböző helyzetekben mászkál a városban, mint egy fenomenológiai vizsgálódással járkálva a környezetében. És ezenek a vizsgálódásának a következményei, a fotóit, amiket internetről is ismerhetünk, azoknak az ellentétét látjuk éppen most itt a falakon. Ugyanis általában a kritikai munkásságát tapasztalhatjuk, hogy a városban felelhető hiányosságokat térképezte föl, illetve ezeket gyűjtötte. Ezzel szemben most inkább egy imázs, illetve nem nevezném képeslapnak, de ugyanez a fenomenológia jelenik meg, hogy a részletekben megjelentetett tartalmakat fogalmazza meg úgy, hogy inkább vonzóvá akarja tenni azt a városképet, amit eddig ő lerombolni igyekezett. Illetve hát nem ő rombolta, de ez a kritikai hajlam pont nem ezeken a képeken mutatkozik meg, hanem a szeretete, amit a város iránt érez, amit ő még külön kiszínezett digitális technikákkal. Igen. Jó, akkor nem analóg. De úgy, hogy ismerem, nem analóg technikákat használ. És ugye a másik vonal az, amikor kicsit a képeslap felé hajlik a fotográfia. Itt most úgy érzem, hogy a balanszot megtalálta a kettő világ között, ahol a realitás úgy jelenik meg, hogy a technikával úgy segít rá, hogy jobban közelebb van a látható valósághoz, és kevésbé van úgy kiszínezve. Persze vannak ilyenek is. Azon kívül megjelennek másfajta fotók is, amik nem Esztergomban készültek, de nagyrészt ez körül forog a kiállításnak a témája. És mindenkit sok szeretettel köszöntök, és hadd gratuláljak elsőként Bejó Gábornak kiállításához. Adásidőnk végén magam és munkatársaim nevében megköszönöm, hogy az elmúlt perceket velünk töltötték. Szép hetet kívánva búcsúzom. Viszontlátásra!